Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 12 perce. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello, Feri! Sziasztok! Hello, Jani! Hello mindenkinek, aki most indul, vagy ébred, vagy még az ágyban lustálkodik, de jó neki, Istenem. Minden esetre készüljön, hogy... megint olyan jól szóltunk a múlt héten, is olyan fura megint. Hogy 10 fok van, gyerekek, szóval, hogy ez a reggel, ez nem viccel, és most már lassan ehhez kell hozzászokni. Holnap még hűvösebb lesz, de most is nagyon hideg van. A hét mélypontja a szerda. Utána megint elkezd egy picit melegedni. De az lesz a mélypont? Így lesz. Igen? Így lesz. Ajajajajaj. Bizonyám. Na mindegy. Szóval, igen. Hűvöskés. Hűvöskés a reggel. 10 fokot mértem. Volt, hogy 8 fokot is mértem. Úgyhogy megérkezett. De aztán megkocogtattad az autónak az hőmérő. És ugrott. Fölugrott egyet 12-re, aztán nem, hát digitális a történet, de gyerekek, ez csípős. Viszont nagyon jól viselkedek, mert kabátot vettem. Tényleg, akartam mondani, hogy nem egy rövidújú pólóban jöttél. November közepéig egyébként, ezt természetesen eljátszom mindig, hogy rövidújú pólóban jövök, most viszont kabátban sikerült, úgyhogy megugrottuk. Nem tudom miért egyébként, miért vettem kabátot. Örüljetek. Pénz áll a házhoz, Jani, látod? Aha, de jó kis játékpénz. Neked kicsibe adom így, mert ez több. Aha, látod, hogy nem egyet így jó, tovább adok. Tart. Így tovább tart, és majd mesélj arról, hogy milyen érzés végre nem 300 forintot nyerni, hanem... Ja, még nem tudom értelmezni. Tessék. A látványt. Aztán kutya fájl. Van egy ötösöd vissza? Hát, hónap vége van. Meg vagyok szorulva. Hát de, mindig mert nem volt, mert ugye tartoztam egy tízessel, meg egy ötös játékpénzem. Van ötöm vissza. Nagyon jó, tessék, parancsolj. Ó, Istenem. Hát nézd oda. Nyaj. Finoman indul így a reggel. Hát köszönöm, már nem is tudom, mivel nyertem. De az egyiket tenisszel, a másikat meg ugye a Nissan Nismo-val. De jó. Elarcoskodtam egy picit. Remélem, majd haladunk előre a történelemben, és a Hunyadiaktól eljutunk egészen a kiegyezésig, érted, hogy miért gondolom. Értem. Kéterem fogadás, hát. Egészségetekre gondoltam, ezzel megdobom a reggel. De aranyos, hogy nagyon szépen köszönjük. Mondanám, hogy nincs mit, de... Hát, mindig így alakult. De van mit. Igen, hát ha az ember esztelenül fogad, nem hittem magamban ennél az autó sztorinál, mondom, legyen. Na, egyébként van másik jó hírem is. Na. Utána néztem Dél-Afrika élelmiszer ellátásának. Na, mit találtál? A gyerekek, Jani be fog dőlni a kardjába, sztékek vannak, barbecue van, csak a szokásos, persze. Mindez denevérből. Hát azt nem írták, hogy milyen húst barbecue-znak, de barbecue-znak. Állítok, ez ilyen nemzeti móka odakűn, mindenhol áll egy ilyen kis szerkezet, és akkor ezek így hát főzögeznek. Ez az. Ezzel nem is volt baj, mert hogy esznek húst. Csak hogy ugye igazoltan esznek ők olyan húst, amihez az európai gyomor nincs annyira hozzászokva. Tehát, hogy ott azért meg... Gorilla rádül a izére, a rácsra. Állítólag ilyen gnú, meg... Tehát, hogy ezeket ki teljesen természetesen, ahogy persze. Nálunk sok a tehér, ott sok a más. Minden, ami él és mozog, és amiért nem lőnek a vadőrök, az nekik zsákmány. Az nekik zsákmány, igen. Na most, hogy az állatok is hordoznak egy csomó mindent. Tehát, hogy nem is a hússal van a baj, hanem, hogy mi van a húsban. Mondjuk, ha jól átsütve kéred, akkor talán nem lehet nagyon semmi. De hogy állítólag... Nem kér senki semmit, szerintem. Hát nem szerencsés. Nem szerencsés, de hogy állítólag igen, ők ott megesznek mindent, szóval. Hát nem tudom. Lehet át kéne térni a vega életmódra arra a 6 hétre. Janinak ez nem lesz nehéz, nekünk egy kicsit igen. Még neked csak 2 hét. De én hiszek egy sonkát. Nem baj, jó lesz az. Hát, tudom, a bőrömre ott lesz. Szobádba lógnak majd a kolbászok, mint ahogy beszéltünk egyszer. Akik szeretni fogjátok. Turisták, akik jönnek hozzánk. Hétfő rizi, kedden bízi. Viszont minden utcasarkon kapható a mézzel leöntött cukros fánk. Tehát neked de nem jó. Lesz bajod. Hát ha eljut az élő bármelyik sarokig. Ja, nem fogunk. Mézzel leöntött cukros fánkot. Igen, az egy nemzeti édesség. Ó, Jani, hát te meg vagy akkor. Én kevésbé, de hogy te meg vagy. Mondjuk ilyenek. Én viszek ki magammal mindenféle, erről beszéltünk egyébként tegnap, hogy azért az én kis bőröndömbe fehérneműk mellett, meg a tisztálkodószerek mellett azért ott lesz egy-két zacskó, ez meg az. Tehát, hogy konkrétan viszek buszkuszt, viszek zappelyhet, meg kukoricapelyhet, meg némi aszalcuccot. A biztonság kezéért, hogy hát, ha mégis akkor nyit az a reggeliző, vagy nem tudom mi, konyha, majd a hotelben, amikor mi szeretnénk, hanem majd akkor, amikor ők szeretnének, és akkor ez a két dolog köszönő viszonyban nem lesz egymásra, én meg azért szeretek reggelizgetni, meg ha este 11-kor mondjuk egy forgatásból belsünk az otthonra, lesz a neccesebb. Reggel meg vagy. Hát reggel kimész hírek alatt, átmész az egyik szobából a reggelizőért, és reggelizel. Azzal nem lesz baj, majd. Hát reggelink van.
Este meg, ahogy jöttök vissza, celebektől ellopjátok az egyik zacskó rizsiket. Ja, sokat mondjuk nem esznek majd, igen. Tehát a reggelitől nem félek, az minden estétől este, félje. Minden este 12:30-kor kocintunk majd egy pohár kuszkusszal a szobámban, jó? De forró víz nem lesz hozzá, ha úgyhogy szárazon elropogtatjátok. Jó, de nagyon várom. Gyerekek, én nagyon, nagyon oda vagyok lelkileg. Ezzel álmodok, ébredek, kelek. Búcsúzom a családtól, tehát hogy nem tudom valahogy így, nem vagyok értetlenül minden este, ne sírja. Édesem, ő tegnap megint elmondta, ott befeküdtem mellé az ágyban, már Viki elmondta neki a mesét, meg lámpaoltás, kijön, visszamegy, kulac, iszik, még egyszer, tudod, vissza. Fekszik ott az ágyon, és ő nem is tudta, hogy én ott úgy matatok a szobájában, még lekapcsoltam a lámpát, feküdt már a fal felé fordulva, és kész, apuci, itt vagy? Mondom, itt vagyok, aludjál. Nagyon fogsz hiányozni. Én sem mondom. Hát, ha tudnád, hogy... apád is mennyire ki van. Igen, ráadásul ugye, hát nem fogja ő ezt föl. Kicsit lehet, hogy túlkészítettük a gyereket. Mert hogy volt egy ilyen, elkezdtük neki mondani, hogy elmegyünk, meg eltűnünk, meg tudod. Hát azért ez nyilván... Minden este megnéztetek a Dumbo vizitot, meghallgattátok az Afrikát, a KFT. Igen. Nem, nyilván nagymamával lesz, meg ő ezt élvezni fogja, de tudod, amikor ezt így elmondja, hát akkor így bele teker a szívedbe. Hogy tudja, a 6 hetet, tehát azt nyilván... Szerintem ugye, azt nem fogja fel. Nagyon a jelenben élnek, ő nem tudja, mi az a 6 hét, tehát hogy annak ellen, hogy 5 éves meg tök értelmes, ő ezeket az időintervallumokat nem még fogja fel. Tehát figyeljétek, nálunk konkrétan ugyanez volt, tehát a Virág 6 éves volt, amikor kim voltunk Argentinában. S hogy bírta? Ugyanez volt, hát szemmel láthatóan túlélte, picit elidegenedett tőlem, de természetesen. Fura volt, mert kijöttek Feri egy és egy másik emberhez rohant oda. Nem, az apácsi. Nem, nem. Csak meg zoknit árulni jöttek az országba. Igen, ő itt zokni van egy szandába, de nem ő az apukár egyelőre. Na és hogy bírta? Nem fogta föl, tehát az időt azt nem tudta még így értelmezni, hogy az a 7 hét, egy lapozat neki Móni a naptárba, és mutatta neki, és akkor ugye persze rászomlott egy kicsit tőle, de hát látott, túlélte. Tehát de a napi tervezőben aztán egyszer csak rááll, nem? Persze, szóval, hogy... persze, aztán teljesen hétköznapi vált tőle, meg nagyon nagy segítség volt az, hogy minden este látott a tévében. Ezt most nagyon komolyan mondom. Aha. Tehát, hogy picit ott voltál vele, ugyanis az ő, hogy hívják, érzelmi szintjének nagyon-nagyon-nagyon sokat segített az, meg ahhoz képest ez egy tök nagy dolog volt, hogy minden este, amikor bekapcsoltak a tévét, azért mégiscsak ott volt a faterja. Aha. És egy picit azért így ott volt vele. Úgyhogy ez szerintem túl fogja élni a gyerek, és igazából persze nehéz lesz eleinte neki. De hogy utána nagyon gyorsan utána lefogja az egész. Persze, rááll, és megszokja. Sőt, lehet, hogy egy picit egy ilyen kis szeánszot kellene belőle csinálni, ameddig lehet, hát nyilván nem tudom, hogy mikor fektetitek, meg hogy mikor leszünk műsorban, hogy akkor ténylegesen üljön le a mamával, és akkor szépen megnézik apát, ahogy hívják be a tévébe, és akkor onnantól kezdve azért ez egy sok nagy segítség lesz. Nem csak mi vagyunk, hanem ott vannak a celebek is. Hát igen, az... Igen, nehéz ügy. Az rombol. Takard el a szemét, engedd el a szemét, takard el a szemét, engedd el a szemét. Igen, és nehogy aztán majd a repülőtén a bunyós pityóhoz fusson oda. Apa ideget, apa nincs most, igen. Szóval azt mondod, terápiás jelleggel a segít a gyereknek, hogy kicsit nézünk? A Virágnak rengeteget segített. Figyelj, konkrétan számolom, hogy még hány órát vagyok itt. Hát, és ugye azt nézem, még már 168, meg még egy kicsi. Mert hogy egy hét múlva indulunk. Te mondjuk az ilyesmit utálod, de hogyha emlékszel, én Argentinából például üzentem nekik élő adásból is. És haza azért... Fogok én is. Hát azért, érted? Igen. Ott fogsz sírva a kamerát, hogy Beni, járzál! És sokat most segít. Nézzük a mai bátor. Ha valami, akkor ez segít, igaz? Igen. Haza akarok menni! Igen. Hol vagy? Menni, igen. A gyerekek, hát nem voltam még ennyit távol, szóval, hogy azért így lelkileg elég össze vagyunk nőve, úgyhogy nem tudom. Hát majd meglátjuk, nyilván ott azért gyorsan fognak menni a napok, mert hogy annyi teendő lesz. De azt teszem észre rajtuk egyébként, hogy ők azért valahogy így a jelenben élnek, tehát oké, hogy apa eltűnik, de hogy annyira ők még ott vannak, meg a jelenben vannak, meg hogy milyen játék játszanak, bölcsőde, óvoda, sétálás, játszótér, hogy egy idő után szerintem erre tényleg, amit te is mondasz, hogy ráállnak. Tehát talán 8-10 éves, akkor meg egy kicsit jobban felfogja. Hogy egy idő után ez így megszokottá válik. Nem? Hogy nincs. Hogy nem vagyok. Ennyi, néhány napig, utána pedig felvesz egy új ritmust. Új napi rendje lesz, új dolgok jönnek be, meg ugye, új apukák. Így van. Igen, új apukák. Hát izé. És utána azért lesz megszokja jó. Ezen biztos, a bácsikat. Igen, a sok bácsi. És azért lesz jó, mert hazajöttök, akkor meg 6 hétig fogod visszaszoktatni az, hogy már itthon vagyok. Már itthon én vagyok az. Igen. Már azt terveztem konkrétan tegnap, hogyha megjövök, mit csinálunk hétvégén. Kicsit előre. Kicsit lehet, hogy ugrottam, nem? Igen.
ott azért azt a következő hétfőt azért most csak így előre jelzem, hogy én az, ha gondoljátok, akkor így kollektíve azért kipattinthatnánk, hogy legyen ott egy hosszú hétvége. Hogy nem tudod, nem tudod, mert hogy csütörtök péntek az eleve best of. Aha. Mert ugye egy csütörtök reggel indulunk. Jó van, akkor. És ugye aznap nem lesz adás, az november X. Hát akkor valamit majd hazahozok, majd kicsit kellemetlenül fogom érezni magam valamiért. Ja, lehet, hogy, lehet, hogy egy fura hidegrázásod lesz. Igen, jó, de rosszul érzem magam, talán csak kedden tudok majd. Tehát vagy szerdán. Tehát egy csütörtök péntek valahogy aha. Így, vagy péntek szombat, nem tudom. Igen, szerdán van vége az adásnak. Lehet, hogy vasárnap, nem tudom. Igen, pénteken érkezünk nem haza. Tudom. Nem akarok dátumokat mondani, nem tudom. Nem csütörtökön indulunk talán, pénteken talán. Érkezünk talán, igen. Ki a fene tudja. Nem tudom, még azt sem tudom pontosan mikor. Igen. Na mindegy, szóval igen, ez van. Mi újság van? Tegnap voltunk együtt este a városban, gyönyörű a város. Igen. Jó mit volt. Csináltatok? Hát néha találkozgatunk este, tudod, elmerünk, eszünk valamit. Megnézzük a város, sétálunk egyet, aztán hazamegyünk. Én nagyon bírom ezt ott az óriás kereket, pont erről beszéltünk tegnap. Uh-huh. Talán csak a sebességén kellene egy picit finomítani, mert nekem kicsit túl gyorsnak tűnt, így tudod. Tehát felmegyek azért, hogy megnézem a várost felülről, de hogyha mondjuk éppen akkor beleásítok egyet, vagy én nem tudom, akkor már viszonylag keveset láttam, mert már legyek lefelé. Tehát, hogy valamit a tempóján egy picit lehetne javítani. Azért, mert amíg viszont fölmész, addig lassú, mert megáll ugye kabinunkért, aha. Hogy kibe tudjanak szállni. Hát, nekünk nem úgy tűnt. Azt szerintem üres volt, és nem aha. Ült rajta senki, és azért tudták pörgetni. Aha. Olyan gyorsan ment, hogy vagy meghibásodott, uh-huh. vagy volt valami. De gyönyörű ez a Deák tér, ott az egész, a szállodák, a hidak, a Roosevelt tér, a Lánchíd, olyan szép volt, hogy szeretek este beírni mindig. Sírájuk a parlament fölött. Na azt most nem néztem, látod, mert pont háttal voltam a parlamentben, mert Pestről mentem át Budára, és elfelejtettem visszanézni. Nem nézted? De hogy néztem volna, nem én voltam a városban, uh-huh. Ti voltatok. Bármikor nem? Arra jár sötétedés után. Gyere be velünk, általában egy 30 percet szoktunk bent tartózkodni így együtt. Tegnap is legalább így ennyit tartózkodtunk, hanem az rendezvény is legalább bruttó 20 percet voltunk. Nagyon megérte velünk. Igen. És aztán, igen. Mi lett a cipődnel? Ja semmi, hát megsirattam. Hát figyelj, annyira tipikus. Figyelj, igen, azt mondjátok már, egy 5 csillagos szállodon mögött vannak ilyen útelzáró, ilyen kis ilyen oszlopok, aha. Tudod, hogy ott autóval ne lehessen átkelni. Az egyiket leszerelték, de ott hagyták természetesen kiállva a kőből, így ilyen virágalakba felfelé ívelt ilyen vas darabokat, amire rögzítve volt az egész. De mindez egy 5 csillagos szállodon mögött, érted? Hát kibotlik el benne éte. Kinek szakad ki a cipője? Nekem. Rohadjanak meg. Tényleg. És ki mondja azt, hogy mi a Jani? Nagyon jól, milyen új cipőd van. Tök, igen, Balázs megdicsért a cipőmet, lenéztem büszkén abban a pillanatban. Abban a pillanatban. De tudom az oldalát. Milyen szép, Jani, nézd, milyen szép. Áruhát kész, Enni nem tudott a partin, semmit mondom, Jani egyébként, nem tudok, nem, most tönkrementem, két kizakadt a cipő. Egy ilyen old school-abb jellegű kis cipő egyébként, és mert farmer ez egyébként, tök jó meg is egyeztem, nem menő ez a cipő. Na, abban a pillanatban átesett egy olyan lehetetlen, ilyen négy ilyen kis fém, betonból kiálló ilyen kis fém valamint, szerintem az régen ez a lehajtó volt, amit ott leszereltek, tudod, így fölhajtják. De... Nem, ott volt mellett egy ilyen oszlop, láttad, tudod, ezek a masszív ilyen oszlopok, amik megakadályozzák azt, hogy ott autóval át tudjanak menni, ami így lezárja az utcát, mert az egy ilyen sétáló utcarész. Csak mondom, én azért csodálkozom, hogy mindez egy marha drága szálloda mögött, ahol azért folyamatosan járkálnak a turisták, hát senki nem örül neki, mert nem lehet sötétbe, egyszerűen nem lehet látni, miközben ott tök nagy forgalomba. És figyelj, tehát hogyha most belegondolok abba, hogyha ha egyébként zokniba vagyok, egy szandálba, amiben nagyon sokszor szoktam. Igen, az ilyen partikra egy 5 csillagos szállat. Igen, általában így szoktam indulni. Akkor most nincs lábújad. Az na. Konkrétan nincs. Hello, rozsdás vasdarab, és mehetsz, hogy hívják, oltatni este 8-kor, 10-kor, nem tudom mikor voltunk pontosan ott. De te már beszúrattad a balsebre. Ja, igen, hát előre. Nekem aztán... Előre szúrattad a tetanuszt, igen. Kaja jó volt? Hát csak téged kérdezlek akkor, mert kérlek szépen idegzsábából neve vett. Egy nagyon-nagyon-nagyon jó paradicsom lehet ittem, és egy frissen facsart arancsot. Én ilyen rendezvényeken soha nem eszem. Aha. Én nem szeretek ilyenkor enni. Pedig fürdőzé volt a séf. Hoppá! Ő volt a séf, ugye ez egy RTL-es rendezvény volt. Én nem szeretek. Tehát úgy tudod ott, hogy állsz ott, leeszed magad sajtkrémes, a bajuszod, morzsás, a zakód, a nyomorult, belakad egy kis zeller a fogadat, nevetsz mindenkivel. Tolakodni a svéd asztalát. Igen, kicsit ott lögdösödsz a francia salátáért. Ezt annyira nem, még ha nem is vezetőkös tömeg volt, aki lögdösödik a francia salátáért, mert nem ilyenek voltak. Nem, én nem szeretek. Tehát, hogy áldogáltunk ott egy nagyon masszív 20 percet Janival a sarokban,
Jani üveges tekintettel bámult maga elé, és nézte a cipőjét. Sírt egy picit. Én ittam egy darazs szemet és egy paradicsomlövet, aztán szépen finoman eloldalogtunk, így balra a kiáratnál elköszöntünk. Igen, mindenki beszéltek, hogy fontos, jó, most már csak a kevésbé fontos, akkor menj. Igen. Mi volt a vezérgondolat a cipőnél, hogy Isten már 20 éve megvan, és még sose volt baja? Nem, ez egy új cipő. Ez egy vadi új cipő volt, hát vagy kimostad. Volt, igen, volt rajtam már néhányszor, de úgy vigyázok rá, nagyon szeretem, pont azért, mert ez a retro vonal. És akkor így, hát nem, az volt, hát csúnya szavak voltak az első vezérgondolat, ami így beugrott, hogy mi lehet vajon az édesanyjával annak, aki ezt így itt hagyta. Illetve hát sok szépet és jót kívántam neki is, és a kedves családjának. Nem tudod, hát, ez ilyen anyagszakadás, tudod, a teteje. Van, amikor ilyen nem is, hát nem, ilyen műszál a teteje a cipőnek, van a oldalt frottír, vagy bőr, és a teteje műszálas. És ahol sérülje meg a bőr felett az orká, tudod. Arra azt tudsz, hogy egy ilyen bőrből egy ilyen X-et ráteszel, és bevarod az X-et. Nagy fehér szérmel van. Szerintem még lehet, hogy menő tudja tenni. Vagy sárga szikszalag. Igen, vagy egy piros keresztet, azt hiszik, hogy vöröskeresztes vagy. Na mindegy, úgyhogy nagy dolgok történtek. De ez a város mindig olyan szép, mindig megállapítom. Este, hogy de nem vitted haza Janit. Nem, kérdeztem, hogy mi legyen, hogy legyen, de mondta, hogy ő még esetleg kajál, vagy villamosozik, hogy olyan fölajánlottam, úriember voltam, nem? Ennyit, abszolút. Kérdeztem. Nem teszem le csak úgy éjjel ott fél tízkor ott a sötét városban. Haza vigyelek, ajtó becsuk, igen. Nem mondom, Jani, jössz, elvigyelek valameddig, mert mondta, hogy nem. Jani, csak azt akartam kérdezni, tőt. Hello. Nem, sohasem. Mindig megkérdezem. Gond nem volt, szépen hazametroztam, hazavillamosoztam, ahogy illik, úgyhogy nem volt gond. Bizony. Hogy állunk játékkal? Egész jól, egy nyert játékunk, igen, van. Hoppá, igen, tegnap begyújtottam a rakétákat. Másodpercben kimondta a játékos. Igen, kezdek a szamáról átülni a pónira. Nem? Még nem az igazi lóra, de átülök most már pónin vagyok. Igen, mondhatni. Elhagytam a szamarat. Most egyelőre abrakol a póni, mondjuk, tehát hogy annyira nem kocog, de. De alakul. De szó. Jól van. Na, azt írja valaki, csak óvatosan az appehelyjel, Dél-Afrikába tilos bevinni élelmiszert. Még a gépen kapott almát is elvetik a reptéren. Kétszer voltunk gyönyörű ország. Hát még az országból mi nem sokat fogunk látni, majd ha valaki járt arra, meséljel, hogy a bőröndödet kinyitják szerinted? Ezt nem tartom elképzelni. Hát átvizsgálják, ha van benne valami gyanús, egy zapehez zacskó, vagy egy kuszkuszos. Ki veszik? Ki? Engem. De várjál, hát ott... Nem veszik ki a kuszkuszomat, jó? Jó. Jó, az én kuszkuszomat. De nem, hát figyelj, te vagy, leszállsz a tranzitba. Követed a baggage feliratot, kiveszed a táskádat, amit felpakoltak kocsiról a futószalagra, te leveszed a futószalagról, és ott már nem mész át ellenőrzésre. Nem, hát a nagy bőröndömet nem fogják, csak a kézibogyászomat nézik át. Igen. De a nagy bőröndöt is megnézi, hogy leszedi a repülőről, átvilágítják az összeset. Szerintem azt nem. Nem? Nincs átvilágítás a nagybőrönnél. Amikor te leszállsz valahol, akkor látod, hogy a futószalagra, ott a futószalag mögött emberke a kocsiról. Ezek ugye bármit behozhatsz az országba. Hát azért csak megnézik, nem? Na jó, nem hiszem, hogy azért annyira, ugye, tehát hogy elég darabos a cucc. Ott a felszállásnál nézik meg. Tudod, aki ezt így felszívja, hogy belőni, tudod magának a kis kukoricapelyhet, azért az ott nagy flash lenne, gondolom, érte. Na jó van. Kapna egy aranylövést kuszkuszból, tudod. Igen, meghallgatjuk a híreket, jó, közben lehet jelentkezni játékra, ha valaki szeretne játszani velünk, fekete fehér igennemet, akkor írjon nekünk SMS-t, arcoskodni is lehet egészen nyugodtan, mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc múlva, pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt, Ákos dala után itt vagyunk, jó kis újra kezdhetnénk. Bírom ezt a dalt. Jó. Picit szomorkás, picit fanyar, de nem rossz. Igen. Egy kedden ebben a 10 fokban, ahogy indul a reggeleben pont. Jó volt. 1-0-ra vezetünk. Nagyon sok a kihívó ma reggel, gyerekek. Rengetegen akarnak velünk játszani. Anna választotta, a játékosunk már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, azt nézem, hogy Zsolt? Így van. Hello Zsolt, honnan hívsz minket? Pécs? Pécs, Zsolnai negyed. Pécs, Zsolnai negyed, Pécs. És mit csinálsz? Van itt is. Hát most épp veletek beszélek, de aztán indulunk suliba gyerkőcökkel. Kettő van, ahogy akkor hallom? Vagy minimum persze, kettő? Kettő, Liza meg Milán. Mekkorák? 10 és 7. 10 és 7. Aha. Hó.
Hát az ott hirtelen mennyit nőtt? 10-7, 8, 10-7, ballag, elhallgat, munka. Hogy megugrott ez, igen? Hogy nő ez a gyerek, igen? Na, és te mivel foglalkozol egyébként, mit csinálsz? Hát klímaszerelő vagyok. Na, most ez egy jó nagység. Az a jó. És annál dolgozok egy pár évben már. Hát most nyugi van már, nem hideg van, ilyenkor nem kell. Igen. Hagytuk, mint az őrült. Nem, van munka. Van munka. Van munka, az jó. Az jó. Kivel szeretné játszani, Zsolt? Tudod, Balázs. Nem. Most már igen. Aha, ezért kicsit rávezetős volt szerintem. Igen, igen, mert hát soha Anna se írt semmit. Velem? Erre gondoltál? Persze. De én tegnap játszottam, csak jelzem. Hát, ma is fogsz. Na, de jó fej vagy. Jó, van, nagy baj, lehet, Bali. Bali, nyugodj meg. Maximum egy-egy lehet önmagaddal, mert tegnap nyertem, úgyhogy ma nincs vesztenivalom. Hát, ma meg veszteni kell akkor. Jó, az valaki neked. Hát. Figyelj, ha már egy héten egyet nyerek, én már annak örülök. Az ha, már póni. Nálam az már visszaültem a pónira egyelőre. Már nyergeli. Igen. Mennék tovább egyébként a Szamára meg a Lóra, de egyelőre póni maradok. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, egy gyors kezdés. Itt vagyok. Szeretnék kérdezni? Nem jellemző ilyen korán. Hát akkor hát meg akkor is vagyunk. Az első szavad az volt. Sokat gondolkodtál rajta, hogy mit mondj. Nem jellemző. Rá. Na most ez annak szólt, hogy annó Balázs is élt Pécsett, és hogy nagyon kellemes élményeket őriz a város, és gondoltam, ezt honorálod egy... Állj, Milán, nyugi, Milán, bocs. Semmi gond. Jött a fiam is. Apa, nem jó, nyertél, hol a bögrém? Mit csinál a Milán? Hol a bögre? Mit csinál Milán? Letámadott az udvaron, és Milán léttél. Hú, azért van baj a gyerekkel. Nem, vagy. Ez csak rizsgál. Figyelj, Milán már most szeretem. Igen, pont a Páfrány utcáról akartalak kérdezni. Páfrány utca? Páfrány utca, igen, ott hát laktam. Hát figyelj, amúgy én meg csak 12 éve lakok itt, úgyhogy a Felsővámházon kívül sok minden nem ismerek. 12 év kevés idő végül, csak nem belőle kicsit, hogy bebuklázd a város. Ezt most úgy mondtad, mint azt mondod, hogy hát még csak 8 hónapja lakunk itt, olyan sok helyre még nem tudtam elmenni, de a 12 év az nem kevés. Jó van. Kinek. Zsoltikám. Köszönjük a játékot, egy élmény volt, jó? Jó van, Balázs, majd egyszer visszavágyunk. Hát egyszer vissza. Jó van. Most itt volt a lehetőség, ez egy időre most elbúszott. Hús, ott van egy... Egy pillanatban a Milán kiszabadult. Igen. Jó van, köszi a játékot, ciao. Köszi, hello. Hello. Na, ott is van 2-0. Gyerekek. Te vagy egész héten. Ha ilyen jó, meg te vagy egész héten. Ez a taps. Ez másodjára is ugyanolyan jól szól, mint elsőre. 2-0. Ennyi. Figyelj, ez nagy. Átülhetek a Szamára? Ne, menj még egy kört a pónival azért, érted? Tehát használd ki. Még ezen a lendületet. Póni? Ezen a héten póni van hát még? Igen. Igen, szerintem ha holnapit hozod, akkor már lehet egy nagyobb méretű jószág is. Jó, de elkezdtem kiállni a lovardába újra, tehát már jó közelbe vagyok. Még nem mondom, hogy visszaültem a lóra itt az elmúlt 4 hónapból, de már járogatok a lovardába. Simogatom a nagy lovakat, és ülök a kicsin. Barátkozol, így van, a kicsin már megy a jó poroszkálás, de lesz ebből még vágta is. Még nem ültem föl a nagy lóra. 2 pont, Isten gyönyörű. Hihetetlen. Jó van, azért nem, nincs nagy baj. Pénteken kezdek visszajönni. Kopni fog a patkó. Nincs oda, hát ha ez így megy, és szerdán csátszom, akkor szerdán bemegyek a lóhoz, megsimogatom, csütörtökön felülök rá, és csütörtökön eldől, hogy maradhatok-e rajta, hogy visszaugrom esetleg Szamára. Ha kikapom a lóraülésre, akkor vissza kell mennem Szamára. Így, akkor újra kockacukor. Újra ismerkedsz a 4 lábúakkal. Igen, akkor újra simogatás. Na jó van, gyorsan, mielőtt elmegyünk hírezni egy-két közlekedést, hogy mi a helyzet az utakon. Megnézzük, Gödöllő-Kerepes között hatalmas baleset van, Pest felé frontális ütközet, ráadásul ezt Kokó küldte nekünk, Gyuri is elküldte. Sopronban az elkerülőn állandóan piros a jelzőlámpa, dugó van, és hogy csak a MÁV-i szórakoztasson bennünket, a Cegléd-Szolnok vonalon 30 percet késik a vonat, már 3 hete nem tud időben felérni a Nyugatiba, minden reggel késünk. Ezt Csillus küldte nekünk. Igen, ez a Cegléd-Szolnok, ez minden reggel megjön nekünk. Kecskemét-Solt között az 52-esen teljes útzár van, gyerekek. Ott is van egy baleset, Pille-Gyuri üzeni, és Taksony belterületén az 510-es úton, 40-es táblánál az éjjel-nappali előtt fotóznak. Na, Magdi milyen pontos SMS-t írt nekünk. Van egy rossz és egy még rosszabb hírem. Ma nem péntek van. Még holnap se péntek lesz. Igen, jó. Szeretem, mikor egymást hergeljük. A hallgatók minket, mi a hallgatókat. Én elmondom, hogy nagyon hideg van, szörnyű ez a reggel. Még csak kedv van,
mordori sötétség, mínusz 8 fok. És ők vevők is rá. Igen, ők vevők is rá, mert megírják. És ugye egy egész ország a totális apátiába hétközep. Igen, és a 206-os végű SMS író megjött a kis SMS. Jó voltál szerintem? Klassz volt Balázs, így van. 206-os végű, imádom, mindig. Bármelyikötök játszik, megdicsér, ha kikapunk, megvigasztal. Csodálatos. 4 perc pontosan 7 óra jönnek újra a legfrissebb hírek. Ákos elmondja, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, na most már szereóval szólunk. M5-56-os kilométer Budapest felé trafiznak, aztán Nemes Nádudvaron trafiznak, szintén a csillagbetyárok, ez dindi küldte nekünk. Sopronban az elkerülő már szombat reggel 5:30-kor is minden irányban piros volt a lámpa. Hód is küldte nekünk. Köszönjük szépen. Tiszacsegén mi van, az nem érdekes. Az 51-es úton, ezt mondtam, baleset a 3-as úton Gödöllő és nem tudom. Igen, ezt mondtam, okay. Ez mondtam, nincs, ez elmúlt, nincs, ez nem fontos. Ez már, ez megoldódott, ezt elvitték, ezt elszállították, gyerekek. Mindig csapjak rá, ha monóba szólok, üssem a pultot folyamatosan. Igen, csak a hallgatók is. Nincs egy VD40-etek, amivel be lehetne fújni itt a kábeleket, hogy nem monóba szólok. Nem, de van nálam egy kis púrhab, nyomjuk tele. Most jó. Ütik el a pultot, hogy sztereóba szólják, döbbenet. Gödöllő Kerepes között nagy baleset van, ezt Gyuri küldte nekünk. Köszönjük szépen. Van még egy SMS, nézem. Azt mondja, hogy éjjel arra keltem, hogy fáj a foga, a munkába menet, annyira hallgattalak titeket, hogy egy kátyúba léptem, és valószínű eltört a lábfeje. Most itt ülök a baleseti. Ezek után kit érdekel, hogy kedv van, és csak 8 fok, kérdezi Kata. Aha. Hát ezek után valóban senkit. Tök jogos. Fájó fog után reggel még kátyúba lépni és eltörni egy lábfej, ez hogy törik el? Mit törik el? A rüsztöd? Ne, szerintem a csontok, amik így szépen mennek előre, csak bizony. És ott akkor több is törik. De azok hol mennek előre? Hát a lábfeje, de az a rüsztöd. Nem ott mennek a csontok alá, a rüsztöd alatt. Aha, hát akkor hát a rüsztöd, azok a kis csontok törnek el. Három mondjuk. Aha. Oh. Oh. Az nem szép. És a fogadat is csináltasd meg, ha már benn vagy. Ha fájt reggel, akkor nem. De akkor kellemeset a hasznosra. Igen, igen. Ha úgyis ott vagy, akkor alul gipszelnek, fölül fúrnak. De ha Kata úgy érzed, hogy van nekünk is felelősünk önünk ebben az ügyben, akkor úgy elnézést kérünk tőled, bocsánat, és jobbulást. Jobbulást mondjuk így is, úgy is kívánunk, de így még aztán pláne, ha úgy érzed, hogy miattuk. Ma végre 38 fok lesz Budapesten, 10 Szegeden, 8 Győrben, 11 Debrecenben, 9. Köszönjünk. Hát igen, csípős a reggel, legalábbis. Magsa híradó. Ez egy klasszik magsa híradós poén, igen. Mi lett a magsával, ő mit csinál? Jó, van, Lőrinci. Nem mondod, de már. Tényleg. Komolyan oda költözött. Nem mondanám. Tényleg az. Szoktál vele találkozni? Nem, de egyébként, hogyha nagyon akarnék, akkor szerintem összetudnék azért futni vele. De ő is 18. kerületi lakos. Milyen büszke vagy erre is. Én csípem a magsára. Átmen most stand-upba. Tényleg? Igen. De hogy? Hát te nem tudom, ezt a hagyományos régi... Az állandó lakta még biztos, hogy 18. De az csak ideiglenesen lakik ott. Vagy ezt a régi, vagy hát a régi, ezt most ilyen idézőjelesen mondom, fajta szórakoztatást ő elhagyta, és átment a fiatalok felé, és állítok, tök jó fogadták. A Dombival beszélgettük, mikor itt volt a múltkor, és ő mondta, hogy tökre örül neki, mert a legtöbb ugye nagy öreg, aki a régi szórakoztatást űzi, az utálja a stand-uposokat. Ne, szerintek nem jó, és a Maksa meg azt mondta, gyerekek, hát kipróbálom. Ez tök jó szerintem. Maksa az már jó. Nincs Maksa híradó? Hát milyen világ? Ez nem akarok egy olyan világban élni, ahol nincs Maksa híradó. Hát ez az nem, hát nekem akkor... az nem élet. Egy olyan világ, ahol nincs több Maksa híradó. Hát ez, ne legyen ez így. Nem? Viszont Maksa a híradó kell? Esély. Hát minden a fiét toljátok be DVD-ről, videóról, VHS-ről. Van az M3, az ilyen retro dolgokat nyom. Lehet, oda adnak Maksa híradót? Szerintem lehet, hogy előbb egyébként fordul. Abban volt egy-két kifejezetten vicces dolog. Persze, hát ő szerintem jó volt. Én nagyon kedveltem őt, és ráadásul nagyon pozitív volt a kisugárzása. Tehát, hogy ahogy megláttad a színpadon, vagy a képernyőn, már te is elkezdtél vigyorogni, mert rajta is mindig volt egy ilyen standard vigyor, és egy ilyen nagyon-nagyon kedves, nagyon szimpatikus fickó már első ránézésre is. Úgyhogy jó volt ő. Igen. Jó ő, nem volt ő. Így egy hallgatom, hogy Ürömön valóban megjelent a kivitelező, de a markolók 6 napja nem mozdultak. Azért köszi a próbálkozást. Gyerekek, hát, az ügy ütőerén tartjuk a kezünket. A talajt meg kell szokni a markolónak. Nem úgy, hogy kimész, azt elkezdesz dolgozni, odaállított, hát így van. Barátkozzanak. Hát most ott van, most áldogálnak, kicsit megszokják, tűvösebbek a reggelek, nappal meleg van, aztán beleül valaki, megkezdi kicsit ott húzogatni a karokat. Elindul az előbb-utóbb. Felvonultak, ott vannak, most vesznek egy nagy levegőt. Értem.
konkrétan úgy vonulnak fel, mintha nem tudom, mit építenének oda egy ilyen 130 méteres vagy egy 400 méteres felhőkarcolót, nem? Így van. Aminek felhőbe lesz a teteje, és nem fogod látni. Tehát a Burj Al Arabhoz nem vonultak ennyien fel. Gyerekek, ez egy körforgalom. Olyan, mint a Rommel az atlanti fala. De tényleg felvonulnak egy brutális körforgalomhoz. Na, egy nagyon helyes hírt találtunk, érdemes erről beszélni, mert sok ember tart otthon állatot szerintem. A kérdés az, hogy mennyi pénzt szán az ember a saját állatára, főleg akkor, ha beteg. Mert hogy életmentő agyműtétet végeztek el egy aranyhalon Ausztráliában. Több szempontból is érdekes ez a dolog, az ember először átolvas, és azt gondolja, de helyes történet. Aztán, amikor kicsit belásod magad, és elkezdesz gondolkodni azon, hogy egyrészt ki akar megmenteni egy aranyhalat, kettő, milyen érzelmi viszonyba tudsz kerülni egy aranyhalal, kettő, megére, vagy három, megére $300, hogy leoperáljanak az állat fejéről egy hatalmas tumort. Történt ugyanis, hogy emberünk, aki nagyon ragaszkodott az aranyhalhoz, észrevette, hogy hát valami kinőtt a halának a fején. És nagyon szerette ezt a halat. Erős érzelmi kapcsolatban álltak a hallal. Istenem, de szép lehet. George, így hívták a halat. Rábízta az állatorvosokra. Gyuri volt az aranyhal. Rábízta az állatorvosokra, és azt mondta, hogy bármennyi pénzt hajlandó kifizetni, de mentsék meg az aranyhalát. Egyébként úgy néz ki, hogy az aranyhal most már jól van. De jó. Fú, ma nagyon izgultam. Egyenesen úszik, az miből látszik, a jól van? Az, hogy már úszká. Aha. Mert eddig a dudor miatt így lefelé állt a fejet, és karcolt az akvárium alját, az most már nincs ott, úgyhogy visszaállt rendesen. Hogy a francba lehet érzelmi kapcsolatba kerülni egy aranyhala? Ahogy egy óriás kigyóba. Most komolyan. Hát de még egy kigyóba is több van. Hát nincs. De szerintem nem sokkal. Szerintem nem. Egyetlen. Van legalább a szektot simogatni. De hogy is. Hát, na, abban igazad van, hogy meg lehet simogatni. Mondjuk egy gumikesztyűvel meg tudod simogatni, szerintem az aranyhalat is, vagy akármiben nyúlsz az akváriumban, és ha ügyes vagy, akkor megsimogatod. De legalább például, amikor az aranyhalat megeteted, berakod neki egy kis tubifexet, meg a szárított bolhát, akkor legalább az reagál valamit. Na, most azt gondolod, hogy csóválja a farkát, de nem, csak úszik. De legalább oda megy. Az óriás kígyó hova megy? Sehova. Sehova. Berakod az egeret. Igen, berakod az egeret, aztán pár múlva nincs ott az egér. Ennyi. Még kiveszed, megpuszilgatod, visszarakod. Nekem voltak halaim, voltak gupiaim, volt egy csomó mindenem. Még és követtek a szobában? Néztek így? Rohadtul nem, rohadtul. Na ez a baj. Agyhalott állatok igazából. Amikor te elkezded ülgetni az akvárium tetejét, mi tartottunk befőttes üvegbe, akváriumba, akkor jönnek. Befőttes üvegbe. Volt befőttes üvegbe gupin. Az se rossz. 5 liter. Ez nagy klasszik, 5 liter. Nagy befőttes üveg, belerak a 3 ilyen. Elfogyott a kovászos uborka, és aztán raktatok bele szifókat. Igen, de a meg kovászos uborka levébe. Nem vettük ki a kovászos uborkát, csak közben. Ja, igen, és ott a kis kenyérdarabok között ott úszkál. Sírőket leítatok belőle egy kicsit. Nagyon jó, ilyen kis ecetes savanyú lében voltak. Kicsit nehezen látszott át, mert ugye nagyon ugye, hát sűrű volt a lé. De mindig, amikor eltettük őket, akkor odajöttek az üvegszél, és akkor láttuk, hogy hol vannak. És azonnal tartósította őket. De hogy igazából sose ragaszkodtam hozzájuk. Tehát elpusztult egy, oké, kivettük, beraktunk másik hármat, megint elpusztult, viszonylag azért ott komoly rotáció volt, tehát nem sokat élt meg egy-egy hal nálunk. Hát. De hogy nem éreztem volna, hogyha egy halottos beteg, akkor vigyem el állatorvoshoz, leginkább nem, hogy mondjuk 60 ezer forintot elköltsek egy aranyhalra. Hát igazad van. Van a hiba? Hát jó, mondjuk azért szerintem az aranyhalak azért picit nagyobbra megnőnek, mint a guppig. Mondjuk egy guppinak a műtése, az szerintem már azért kihívás lenne bárkinek. Bizonyám. Tehát, hogy akkor, amikor te tínédzser voltál, és halagodj, azért mégiscsak most már lassan te is a B-oldalra kerülsz át. Tehát amikor te tínédzser voltál, vagy még kisebb, azért a sebészet szerintem még nem állt olyan annyira a helyzet magaslatán, hogy te bevitted volna. Istenem, mentsék meg az aranyhalamat. Meg Bélát. És beviszel egy guppit. Igen. Egyáltalán hogy műtik? Slagot tesznek a szájába valószínű, nem? Az aranyhalla? Az aranyhalla. Tehát leteszik az asztalra, belevezetnek egy slagot a nem szájába. Nem, beúsznak hozzá. Víz alatt is ebészet. Beúsznak hozzá, és a víz alatt műtik meg. Egy kis reduktorral, egy kis palackkal az állatorvos beúszott? Befeküdt? Dr. Wasser, hol beteg? Ugye kiveszik az aranyhalat, csövet tesznek a szájába, keringetik a kopoltyújában a vizet, és közben megműtik. Altatásban műtesz aranyhalat? Hát... Nagy különbség nincs, ha ébren van és alszik. Hát dehogy, hát fáj neki. Igen? Hát jó kérdés. Az aranyhal nem érez? Infúzió keresztül egy branült beraksz neki? Tessék, következő. Vagy maszkot kérdés. Teszel a szájára? Akkor nem jó, mert akkor gázzal? Nem. A maszkot teszel, nem tudod betenni a csövet. Ami jön a víz. Nem akkor csak az van, amit a Jani marad. Mögé kerülsz, és kloroformos rongyal. Rongy, így van. Elkapott a sika. Megműtik a halat. Azt mondja a hír, hogy most már jól van úszkál. Eddig mit csinált? Feküdt az intenzíven? Na most úszkál, vagy lebeg? Na ez az. Nem mindegy. Eddig feküdt egy hatágy a szobában, pihengetett, és várta, hogy most már bemehessen a medencébe egy kicsit úszkálni. Eddig keveset úszott. Mi az, hogy már úszkál? Eddig feküdt?
állt. És hogy van, hogy egy Jack, az egyik ágyon Jack a Dándok fekszik, a másikon Dándok, egy truc, egy aranyhal, egy Gyuri aranyhal. Az aranyhal. Picit az aranyhal, a Gyuri az aranyhal, a nehezen veszed észre. Így van, és Peti a pók. Igen, Peti a fog, két leopárd és egy agáma. És ez a hatágyas. Mondjuk egyébként jó buli van. Figyelj, mondjuk az rossz lehet, hogy mindenki téged akar megenni. Tehát ott van egy agáma, ott van egy gecko, egy leopárd, és mindig a legkisebbre megy. Azért az nem egyszer erősebb. Hogy berakod hiányzó lányszemként a hogy hívják be, a táplálkozási rendbe. Mondjuk az aranyhalnak jó, még mindig elő tud jönni ezzel, ha nem eszel meg, tudod. Három kíván azt mindenki, azt én is megnyalnám. Ments meg kis gazdán, vetesd lesz a tumorom, teljesítem egy kívánságodat. Hát mi van itt valami ilyesmi, ilyen mesevilág, mesevilágban élt a mi főhősünk, nem? Az biztos. Hogy kötözik be például a sebe? Hát Eluxa. Aha. Vagy leokoplassza. Aha. Vízálló hosszaplasztal. Ja, és víze. Aha. Értem. És akkor azt mondják neki, hogy betekérem, nem menjen vízbe egy hétig. Na, nem érheti víz a sebet. Érted? Nem érheti víz a sebet egy hétig. Nagyon fontos. De hát kérem szépen, ott élek. Nem érdekes. Majd valahogy megoldjuk. Teljesen jogos felvetések. A tumor az kívül volt, vagy belül? Nem lehet, hogy az agyát vették ki? Egy aranyhalnak van agya? Van. Hát van. Nem tudna körbeúszni. Hát egy 3 másodperces vagy 5 másodperces a memóriája. Tehát, hogy azért úszik folyamatosan körbe-körbe, mert elfelejti, hogy ő ott járt. Uh-huh. És addig nő, amíg érzi, hogy tele van nőni. A halak életük végéig nőnek, ezt tudtátok? Hát most már igen. A halak az életük végéig nőnek. És ha látja, hogy kicsi a pecó, akkor nem és nő látja, tovább. Hogy kicsi a pecó, egyébként tök intelligens az aranyal, ha látja, hogy kicsi, akkor megáll a növésbe. De egyébként minden hal az élete végéig nő, és ha berakod őket egy tóba, ahol van életterük és van helyük, akkor nőnek meg ilyen rohadt nagyra. Tudod, hát vannak ezek jó, a nagyon nagy, szép, mit tudom, félméteres, 40 centis aranyhalak. Ha egy kis akváriumban tartod, akkor észreveszi, hogy mekkora helye van, és nem nő tovább. Tehát sosincs túl kicsi helyen túl nagy aranyhaj, mert látja, hogy mekkora az élettere, és megáll a növésbe. Azt mondja, hogy jó, nekem és akkor ennyi tud, elég. Ha visszateszed egy kisebb, akkor összemegy. Ilyet is tud. Aha, igen. Tehát, hogyha igen. Flexibilis. Igen, ha egy fél méteres aranyhalat beraksz egy hűtőtáskába, vagy egy befőtesüvegbe, akkor másnapra kicsire ugrik. Tehát egyébként nem buta hal az aranyhal. Hát, ezek szerint nem, de én figyeljetek, megmondom nektek köszönöm, hogy nekem szimpatikus az, hogy ennyire kötődött hozzá az ember. Hozzátartozott a kis életéhez. Adná 60 ezeret egy aranyhalért? Lenne egy halod, és aztán 60 ezer forintért meg tudunk mondani. De mit szeretsz egy halom? Hát, milyen érzelmi kapcsolatban minden kerülsz? Nap úgy mész haza, hogy ott vár egy üvegben. Gyerekek, ahhoz figyelj. Azért meglehetősen, tehát szerintem az azért patológia eset. Mondok erre egy példát. Hány olyan magyar család van, ahol azért vittek ki a Dunapartra mondjuk egy pontyot karácsony környékén, mert gyerekek megsajnálták, miközben nézték bent a kádban. De az is, de nem ott a gyermek lelki világa, az nagyon fontos, hogy lássa, hogy nem ez. De érzelmileg kötődsz hozzá. A gyerek érzelmileg kötődik, de a gyerek kötődik egy mesztelen csigához. Nem lehet kötődni? Nem azt mondom, csak a kettő között eltelik 30 év. Hát igen, és tehát, hogyha egy aranyhalhoz kötődsz, akkor valószínű, hogy az emberek között nem találsz meg valamit, azért az nem természetes, hogy lelki viszonyod van egy aranyhallal. Tehát azért érted, hogy azért kell néhány defektet cipelned magaddal. Egy kutyával, oké? Hát teljesen más, hát nem lehet össze. Egy aranyhalat a kutyával. Miért? Azért, mert ez visszahozza hogy, a csontot, az meg nem hozza vissza. Apám még szörnyű lenne, ha meg kéne magyarázni, hogy mi a különbség. Hát hogy mi? Hát állat, azért állat. Hát na jó, de van érzelem a kutyában, azért egy csomó mindent levesz rólad, érez téged, megérzi, hogy összehaza jelez. A te szenzoraid nem jók, az aranyhal is jelez, lehet. Jó, akkor jó, lehet, hogy bennem van a hiba. A büdös életben nem tudnék ragaszkodni. Hát figyelj, valaki bocsássákat tart. Na, ott aztán mondd már meg nekem. Ott aztán mondd már meg nekem, hogy miért kötődik hozzájuk. Nem is látja őket jóformán. Ha vagy a madárpók, azt miért szereted? Nem tudom, hogy tehát valódi érzelmi köteléknek hívhatjuk-e azt, aha, hogy madárpókot tartasz, vagy csak szeretet, borzongasz tőle, jó megmutatni másoknak, de nem tudom, hogy van-e valódi érzelmi kötelék. Tehát érzelmi köteléket van egy aranyhal felé, szerintem azért hát figyelj, ott az egy komoly lelki defektus, hát azért, szóval. Biztos nem működik úgy, mint a mit tudom én, mentsétek ki Williben, hogy akkor hogy együtt úsznak, meg mit tudom én, ilyesmi, mert hogy azért fura lenne, hogy elmennél, kimennének, mit tudom én, a Rudasba, és akkor ott egy gyere, és akkor együtt úsznának boldogan. A fürdőkád bátehette esténként. Az... Na, az elengedő, ha kádat nem teszel bele kemikáliát, beülsz, aranyhal meg ott. Arra tudok tévét fizetni? Aranyhalra? Igen. Persze, fürdőkádra. Biztosítás. Fürdőkád. Van biztosítás, meg van tévé? Persze. Még kutyára is van? Nincs. Szerintem nincs tévét, nem kell elfizetni. Nincs. Nem. De mész az állatorvosi rendelőbe, aztán kifizeted, ki kell csengetni. Meg az állatért, amit szeretsz, vagy a társadért, nevezünk inkább így, mert ugye az állattartók nagy része azért társnak tartja az állatot, és nem pedig tulajdonnak. Ezt egy kutya esetében meg is értem egyébként. Gyakorlatilag bármennyit kifizetsz azért, hogyha te felelős állattartó, sajnos a másik véleget is ismerjük, ezért van szükség az állatvédőkre.
De egyébként, aki felelős állattartó, az bármennyit kifizetne azért, hogy, hogy annak az állatnak jobb legyen. Jó, hát ez igen, persze. Amit szeret, ami kedves számára. Azért, mert gonoszok vagytok, srácok, én most viszem a hanyámat Röngerre fociztunk. Na tessék. Figyelj csak, az aranyhalakat meg lehet egymástól különböztetni? Vagy azok tök egyformák? Tehát két azonos méretszám? Nem, így van a különbség. Mert érted, akkor ott is lehet, hogy az van, hogy szegény aranyhal, a tumoros, akit bevitt a gazdája, az elpusztult. És $300 vett egy vadonatúj aranyhalat, mert ezzel verte át az orvos. Hogy ki, ezt most kicsit nem értem, micsoda? Hát, mert a kutyát azt meg tudod különböztetni, meg szólsz neki, hogy blöki, gyere ide, oda jön, ha nem úgy hívják, nem jön oda. Az aranyhalnak nincs ilyenje, tehát lehet, hogy meg sem műtötte az orvos, érted, az agyát az aranyhalnak, hanem vett egy másik ugyanakkor ja, aranyhalat, és azt mondta, hogy tessék, $300 volt. Aha, és nézze meg, milyen szépen befort a sebb. Nézze csak, igen. Menje, hogy meggyógyult, milyen szép. Picit fakóbb lett, picit nagyobb. Picit nem, megsillett a műtőt. Igen, nem is hallgat, amikor kopogtat az akvárium falán. Van egy állatorvosunk, vele már beszéltünk. Péter, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Te hallottad ezt az aranyhalas történetet? Félig meddig igen, hallottam, és szerintem ez azért így első hallás eléggé kamu ízű, de... Figyelj, láttam a fotót róla, ott fekszik az aranyhal a műtőasztalon, és slag van a szájába, és ketten ott munkálkodnak felőle. Ott van Gyuri az aranyhal, és Tamás a tumor. Kétségtelen egyébként, hogy lehet halakat is operálni. Az én esetemben is volt már hasonló, de akkor még nagyon kicsi voltam, és akkor még nem gondoltam, hogy ha sokáig szárazon van a halad, akkor nem bírja ki ezt az operációt. Bár az operáció jól sikerült, de körülbelül 4-5 éves lehettem. Egyébként az állatorvosi pályám kezdetén volt egy nagyon érdekes eset. Ez vagy 25 évvel ezelőtt egy előzve haladott szopornicás kisúszkát hoztak hozzám, és ennek kutyusnál már a betegségnek a légúti tünetei, illetve az idegrendszeri tünetei is jelentkeztek. Szegénykémnek iszonyatos köhögés, orváladékozás, és emellett a kutyán egy fokozódó remegés alakult ki. És mondtam nekik, én úgy tanultam, hogy sajnos amikor már az idegrendszeri forma jelentkezik, akkor nincs mese, sajnos az állat menthetetlen el kell altatni. Hát a gazdik iszonyatosan elkezdtek rimánkodni, mert kiderült, hogy nekik van egy sérült kislányuk, és ennek a kislánynak a testvére, a négylábú testvére ez a kutya. Hát édesapámmal összedugtuk a fejünket, ő gyerekorvos, és kaptam tőle egy olyan antibiotikumot, ami akkoriban még a humán praxisban is ritkaság volt, és ezzel kezdtem el kutyus kezelni, és csodák sorára ezekből a hurutos tünetekből kigyógyítottam őt, viszont a kutya továbbra is hát remegett. És mondtam neki, hogy ne haragudjanak, de hát ez valószínű, ez továbbra is fönnmarad, mondták, semmit nem számít, ők így is szeretik, így rángatozva, remegve, nem volt nagyon súlyos, és évek folytán ez egyre csökkent. Na, míg nem elvitték egyszer egy másik állatorvoshoz egy védőoltásra, föltették az asztalra, és büszkén mondták, na ezt a király doktor úr csinálta, ránézett az összes, ő mentette meg az életét, és másik állatorvos így ránézett, hogy hát életed, úgyhogy minden relatív, nem mondom az ege. Igen. De neked volt teknősöd is, amit össze kellett ragasztani, nem volt ilyen? Hát igen, az pont az elmúlt évben volt, egy terepjáróval átment a garázsban a gazdi a teknősön, hát azt bizony ragaszgattuk és drótozgattuk, de hála Istennek, az túlélt ezt a bevetést. Én gondolom játszott a garázsba a teknősel, apa megjött át a terepjáróval, és a teknős picit beszélt, hibás lett? Aha. Hát körülbelül, de már volt olyan, aki művesek kezelésre akarta vinni a macskáját. Hollandiában van egyébként macskáknak, vagy kisállatoknak egy ilyen műves állomás, átlagosan 3 és 500 euró között van egy kezelés. Nem mondom se kell, szegény macska nem érte meg, hogy eljusson oda, viszont egy alkalommal műkarmot rendeltünk egy kedves páciensünk macskájának, aki a bútorokat rendszeresen összekarmolta, és na, angolok persze minden hülyeséget kitalálnak. Ez úgy működik, hogy macska karmát rendesen le kell vágni, mint egy normális karomvágásnál, és egy ilyen műanyag kapszulát húznak rá, pillanatragasztóval, ezt kb. 6 hetente cserélik, és akkor ilyen kis gömbölydett karmai lesznek a macskának, és az antik bútorokat nem teszi tőle. Jaj, Jézus, Atya úristen. De mondjuk, igen, ott azért felmerül megint a kérdés, hogy akkor minek tartanak macskát, tehát a macskának az életeleme például ez a... És van olyan, hogy valaki kioperál valamit a kutyából, macskából, és haza akarja vinni?
Abszolút, abszolút előfordult már olyan, hogy, hogy van, aki például a kutyának a heregolyóit akarta hazavinni a műtét után. Mit csinál belőle? Nem tudom, a kláncot nem kérdezted, hogy mit akar belőle csinálni? Hát gondoltam, hogy mondjuk fogakat azokat szoktunk néha hogy szépen kifehérítve odaadni, és abból csinálnak nyakláncot, de mondjuk elég pervers dolog szerintem egy heréből nyakláncot csinálni, úgyhogy ezt végül is nem adtuk oda. De a legvagányabb eset az... az az alapítványunknál volt, a Rex alapítványnál, ugyanis kaptam egy SMS-t egy alkalommal, pontosabban egy e-mailt, és az e-mailben az szerepelt, hogy egy osztrák hercegnő vidéki birtokára, vidéki kastélyába szeretne egy magyar vizslát. Hát én gondoltam, hogy én meg visszaérök, hogy én is király vagyok, én meg egy új koronát szeretnék, de azért gondoltam, hogy ekkora hülye spam, hát azért válaszoltam, hogy jelenleg most vizslák nincsen, de majd, ha lesz, akkor szólok. Mert nagyon becsületesen visszajöttek, hogy köszönik szépen, várják a jelentkezést. És mit tesz is, egy pár hét múlva pont befutott egy vizsla, küldtem egy e-mailt, hogy a vizsla megérkezett, de sajnos nem tud németül. És akkor visszajöttek, hogy hát semmi baj, mert még 6 hét múlva tudnak csak jönni átvenni a vizsnát, úgyhogy addig nyugodtan megtaníthatjuk ülni, állni, feküdni, szomorúan nézni, és németül is német vezényszavakra hallgatni. Atya Isten! Kiképeztük a kutyát, de mindaddig, egészen addig ezt az egészet hülyeségnek tartottuk, míg nem a Rolls Royce a megadott napon, a megadott órában befordult az újpesti Rex állatszigeten. A szemünknek mint egy látomás olyan volt, az egy üvegpesgőt behűtöttünk, és valóban kiszállt bele egy hercegnő, Wittgenstein hercegnő, és befogadta Attilát, legalábbis így nevezte el végül ezt a kutyust, akinek külön kis lakosztálya lett a vidéki birtokon. Kaptunk 100 euró adományt, a legnagyobb adományt az akkori időben, amit valaha is kaptunk, és rendszeresen kapunk azóta is fényképeket Attiláról, amin terpeszkedik az új kis birtokán. Azt hiszem, valami borzalmas szaporító helyről sikerült elment ki mentenünk ezt a kutyust. A kutya nem egészen érti, hogy miért kell minden beluga kaviár tenni, és hogy őszgerincet vacsorázik csak állandóan, és meg párba is sonkát reggelizik. Megtanult, nagyon jól megtanult németül, úgyhogy azóta teljesen perfekt Attila németül, és különösen szomorúan nézni tud németül, de hadd kapacitáljak mindenkit arra, hogyha esetleg valaki a magyarországi kastélyába szeretne egy kutyát örökbe fogadni az év minden napján ide a Rexállatszigetre Újpesten kilátogathat, és hadd jegyezze meg ez a reklám, hogy egy október 4-én az Állatok Világnapján lesz egy egésznapos rendezvény, ahol a potenciális hercegek és hercegnők is választhatnak maguknak haza. Te mindig valami rendező, mindig beszélünk, és valami, mindig betolsz valami igazi rendező. Hát nem, mindig van egyébként. Akárhányszor fölvő, mindig betolsz valami rendező. Nem tudom, mennyi időnk van még, mert még van egy nagyon izgalmas történetem, a hasfelmetsző Jacknek a sztoria. Legközelebb fogjuk meg. Péter, nagyon köszi, vigyázz magadra, jó munkát! Sziasztok! Köszönjük, ciao, dr. Király Péter állatorvossal beszélgettünk. Mindig betol valamit, nem? Ilyen kőprofi. És akkor hagyj egyezd meg, hogy október 16-án. Okay, 3 sztori, 1 promó. Ez az ára. Többenetesen jó. Na mindegy, azért az SMS-ekből látszik, hogy a legtöbben tényleg nem értik ezt az aranyhalat. Tehát kutya, macska, agáma, oké, okay, de hogy 200-250 dollárt elkölteni egy aranyhalra, azért az valóban furcsa. Na jó van. Oké, okay, Oven bácsira, Berudénre lehet jelentkezni. Jó, ha valaki szeretne velünk játszani, írjon nekünk SMS, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra múlt 43 perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, hát fúj a szél, eső nincs, legalábbis itt Pesten, egyre jobban jó idő lesz, vagy hát jön a jó idő, hogy így mondjam. De egyelőre hűvös a reggel. Na. És 10-11 fok volt korán reggel, amikor indultunk. Na, mi van a holnap reggeli minusszal és a hóeséssel? Most nem tudom, lesz. Hát én tegnapon hallottam, hogy szerda reggelre ez várható. Hát szerintem a Kékesben, Mátrában, tehát hogy azért én nem hiszem, hogy Kalocsa környékén egy ilyen összefüggő hórétegre ébrednénk, azért ezt így kevésbé tartom elképzelhetőnek. Magasabb hegyekben biztos, hogy lesz egy kicsit, több 800 vagy 1000 méteren. Itt szerintem azért Budapesten környékén, nagyvárosokban biztos, hogy nem. Jó, és kit vonjak felelősségre ezért a hírért? Hogy ez lesz? Aha, hogy ezt mondták, hogy ez lesz. Most ehhez képest nem lesz. Szeptember van, még anyának. Hát lassan itt az október. Na, jaj, gyerekek! Csak mondom egyébként mindenkinek, ez egy figyelmeztetés, utolsó figyelmeztetés. Ha jót akartok, álljatok le a zabbal.
Jó. Balázs beindított itt egy országos mozgalmat az utóbbi néhány hetekben, ha zabott mindenkinek mozgalmat, én is sajnos behálózottam, bebábozottam. Figyeljetek, nem lehet róla leállni, azt vettem magam észre, most természetesen hátra mentem, mondom, gyorsan, stikába csinálok magam egy kis zabkását. Nehogy megtudja, kivel találkoztam ott, aki éppen zabkását készített magának. Nem mással, mint Balázs. Szóval, figyeljetek. Nagyon jó. Reggelenként betolom a saját kajámat, amit egyébként is szoktam magammal hozni. Ez meglehetősen diétás kis adag, tényleg nincsen benne semmi túlzás. De hogy utána még benyomok egy bögre zapkását is, mert egyszerűen nem tudok nem benyomni, nem elkészíteni magamnak, nem rakni bele egy kis mézet, nem rakni bele egy kis csipkebogyolekvárt, nem rakni bele egy kis tejecskét, felgőzölni, odarakni, utána még egy kis mézet is esetleg. Figyeljetek, nem, komoly függőség. Vigyázzatok vele. Tudod, honnan veszem észre, hogy már jó a tej? A mikróban? Hogy kifolyik az aljára mindig, és oda karamellizálódik az éjszre. Most elkezdtem melegíteni a tejet, aztán éreztem, hogy egy kicsit kellemetlenebb az illata, mint kellene. Benéztem, és láttam, hogy már picit megbarnult a tál. Azért, mert Balázsnak sikerült kifuttatni, de tényleg nagyon-nagyon komolyan mondom. A mikrofonot mondom, mennyire kell betenni a tejet? Egy perc, két perc, három percre ráteszem, nekem még rátenni, aztán majd másfélnél kiveszem, 250-nél vettem észre. Lehajoljak, megnézem, benézem, nem hát, ha beáll a derekam, inkább hagyjuk. Figyeljetek, srácok, álljatok le a zabba, zaher lesz a vége, meglátjátok. Csak mondom, hogy egyébként neked is nagyon jó, és mindenkinek, aki például vércukor szint problémákkal küzd, hogy vércukor csökkentő, vagy vércukor szint csökkentő hatása van. Zabkúrát írtak fel régen a páciensek részére, akik például cukorbetegek voltak. Igen, csak nem mézzel, ahogy ti eszitek. Minimális mézzel lehet, igen, hát lehet, hogy az méz nélkül kellene. De meg az a tökéletes szénhidrát, ami a mézben van, tehát azért az jó. És nemrég olvastam egyébként, hogy azért vagy rákattanva, és azért lehet rákattanni, mert bizonyos vegyületeket szabadít fel az agyban, és olyan, mintha ilyen kicsi kábítószert használnád, tehát most nem dopamin vagy szerotonin, nem tudom, mi szabadul fel az agyban, de hogy a fogyasztás hatására egyszerűen kedélyállapot javító. És hogy effektíve fizikai függőséget tud okozni, most nyilván a szó jó értelmében, de hát azért tud hiányozni, mert... A zabodat érted, és azt mondja, nézd, ha ehető, de jó! Nézd, ezt is meg lehet tenni. Nem hülyék, érted? Már látom magam. Jobb kedved lesz tőle. Tehát, hogy tartalmaz egy ilyen pszichotróp anyagot tulajdonképpen, és antidepresszáns is lehet, hangulatjavító is lehet. Nagyon sok minden van benne, nagyon összetett kis táplálék. Bazsi, nem mond hülyeséget. Nem lesz. Imádom, hogy stikába jössz hátra a zabot készíteni. Nem lesz ennek jó vége, srácok. Biztos, hogy nem lesz ennek jó vége. Én látom már magam, ahogy felállok a terápián, és azt mondom, sziasztok, Jani vagyok, 45 éves, zabfüggő. Igen. Néha, amikor a feleségem nincs ott, eszem egy kicsit, de mindig észreveszi. Figyelj, te vagy én hozott ki, vagy mi legyen? Vigyünk egy-egy kilót? Én egy kilót be tudok vállalni. Jó. A kézipodgyászomban nem, hát ott elveszem. Már látom, hogy a falnak szorul, mind a ketten markolunk egy-egy csomagot, szorítjuk magunkhoz, mintha az életünk múlna rajta, és csakolnak ránk a német juhászok. Valahol Johannesburgban egy külső gyártelepen, ahova majd elvisznek minket a repülőtérről, igen, mert azt hiszik, hogy valami nagyon durva anyagot szállítunk. Én is beteszek egy kilót, te is beteszel egy kilót, jó? Sunyogtok ki a határon, már látom, érted, és ott állnak majd a dél-afrikai őrök, és nézik, hogy két gyanús csávó egy-egy kilós csomaggal. Dupla alja lesz a bőröndömnek, jó? Oké, én úgy csempészem, hogy Balázs pedig majd kapszulákban saját testében. Igen. Azt reggel, az reggel én készítem el neked. Kizvált a Janinak! Ejj, gyere már! Ki az iskoláját nagyon éjesbe! Na végre! De jó, igen, mert ha viszont az a gyomromban esetleg a savát marja azt a kis felületet, amiben csempészem majd ugye az anyagot, akkor ott elszabadul több kilónyi zab a szervezetem, mert az nem azért az annyira nem lenne jó. De. Az nem jó, igen. Srácok, egyszerűen az a baj, hogy finom, rettenetesen finom, és csak mondom egyébként, az abtól ugyanúgy el lehet hízni, mint bármi mástól, hogyha mértéktől fogyasztja az ember. Tehát, hogy... Jó ez. Lassú, érted? Tehát, hogy addig az a szénhidrát még fel sem szívódott, amire már én ráküldök egy bögrébe. Egészség, de jót teszel a szervezetednek, gyerekeknek is lehet adni, jó ez. Na, gyűjtik a pénzt az ürömi görforgalomhoz, az Opel kereskedés után mérik az üröm felé tartókat a 10-es úton, ezt Dragi küldte nekünk. A keletinél van egy hatalmas baleset, emiatt többen kérdezik, hogy miért van ekkora gigadugó, hogy most a keleti melyik oldalán, azt egyelőre nem küldték a hallgatók, ahogy küldik, mondom. De ennyit tudunk, igen, hogy a keletinél hatalmas baleset, és emiatt van óriási dugó. Kékesen ma reggel 5 fok volt, és ködv reális a szerdai hóesés, ezt Csillagszem küldte nekünk. Ravasz szélén a Győr felé haladókat mérik, ott is mindenki menjen lassan, Galaxis Gabi küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Jól van. Oké, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni.
Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Lia! Igen, Lia. Csak ilyen egyszerűen, sziasztok! Hello, Lia, honnan hívsz minket? Szegedről. Szeged, mit csinálsz ott? Hát most jelenleg megfagyok, de azon kívül meg dolgozni, próbálok. Jelenleg megfagyok? Igen, de utcáról beszélsz, vagy nincs fűtés, vagy miért? Hát eléggé sarki körülmények között dolgozom, nem, egyébként lenne fűtés, hogyha a kolléganőm nem nyit neki folyton az ablakot ránk. Jaj, tudom, nem, az egyik kolléganőt szereti a meleget, a másiknak melege van, te becsuknád, ő kinyitja, ha te becsukod, akkor ő hangosan megjegyzéseket tesz majd, és stikába kinyitja, amikor kinyitja, akkor te titokba becsukod, amikor ő nem veszi észre, és ez megy éveken keresztül, ez ismerős. Jó, csak ne felejtsük el, hogy a kolléganőt pontosan olyan elkeseredettséggel mondja ezt róla. Abszolút, persze. Egyszerűen nem hiszem, hogy nem tudok szellőztetni, állandóan mindig ott ülünk, érni, állandóan csak csukja be az ablak, csukja, és ez a füllettség, az oxigén. Ugye, Anett volt ilyen, ha nyitva volt az ablak, becsukta, ha becsuktad, ki akarta nyitni, hogy soha nem volt egy jó hőmérséklet itt, ugye? Emlékeztek? Igen, igazi társas lény volt. Ha melegünk volt, fázott, ha fáztunk neki, melege volt, abszolút. Az igazság, hogy itt 80 mondjuk azt, hogy fázunk, de ő ezt abszolút különteszébe, tehát nem foglalkozik igazából. Aha. Nem, ez nem érdekes az ő szempontjából, szerintem büdös van. Igazából én azt szoktam mondani, ahol a büdös ott a meleg, szóval inkább a meleget választom. Hát figyelj, 8-an vagytok, egyedül verjétek meg. Így van, 7-1. Ó, Isten őrizem. Pokrócot rá azt. Kell még lefeggő. Van hátszere, úgyhogy nem. Hátszere van? Persze. Ó, hát akkor nincs is meleg. Mondjátok, amit ő mond. Nagyon jó idő van. Úgy lesz. Kell és megfagyni. Úgy lesz, hogy ő akarja, igen. Pontosan. Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj, Lia. Köszike. Ó, hát ők itt vannak Sárváron? Jönnek minket, most vannak a Majorban? Igen. Na figyelj, mutatjuk, hogy mit énekelnek, egy rövid kis részletet fogsz hallani. Erjenek egy bikát, vagy... Ajajajajaj, ez lehet nem... még egyszer? Hogy nem, mutatjuk még egyszer. Úristen, a birka bőgésen vagy a tehén bőgésen kívül. Lehetne még egyszer? Persze, mutatjuk. Ez a David Guetta. Nagyon ügyes vagy. Ezt hogy találtad ki? Igen. Hát ilyen szerencsés vagyok. Sugott valaki, vagy egyszerűen csak beugrott? Igen, nem, az... én olyan egyedül vagyok, mint az ujjam. Nem, abszolút. Ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Nagyon. A büdös életben nem találtam volna ki, de komolyan mondom. Soha, ha agyonvernek se jövök rá, hogy ez David Guetta. Egyébként is hidegrász David Guettától, de hogy mondani, nem egy, igen. De hogy ez a nagyon szép megfejtés volt. Ki hozta belőle a hideg? Igen, egyébként valószínűleg, tényleg. Valószínűleg, igen. Annyit még, hogyha szabad megjegyeznem, hogy nagyon örülök, hogy beszélek veletek. Na. Minden reggel titeket hallottak, úgyhogy teljesen rajongok érzitek, úgyhogy szedítettétek a napomat. Köszönöm szépen. Jaj, de drága vagy, köszönjük szépen. Küldjük az ajándékcsomagot neked, jó? Aztán kitartás. Sok hitelt nektek, meg mindent. A dzsungelbe is egyébként. Hát, némi szerencsefaktor ránk fér most a következő 6-8 hétben. Igen, ezt kívánjuk magunknak, és a családunk is ezt kívánja nekünk. Ha most kicsit így mellénk áll a szerencse, az lehet, hogy sok mindenen átsegít majd ott kint. Igen, köszönjük szépen. Igen, ilyen mozgó dolgokat ne egyetek meg, mert ott lehet ártó, most lehet. Igen, ami még mozog, vagy ami már nem, az se, de valahol mozgott. Hát igen, érdekes világ az ott. Jól van, küldjük neked az ajándékcsomagot, köszönjük a játékot. Köszönöm szépen, köszönöm. Szia, Lia, ciao, hello. Gyerekek, milyen ügyes volt. Nagyon. Nem? Nagyon. Soha. Ha megkínoztak volna, akkor se tudtam volna kitalálni. Igen. Na, egy nagyon érdekes témával folytatjuk majd a hírek után. Felreppentek olyan bulvárhírek, amik nem is annyira bulvárhírek, mert hogy utána jártunk, és tényleg van valóság alapja, hogy állítólagosan Pesten pihentek az Al-Qaida terroristák. Nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, hogy összejönnek egy-egy pesti gyroszosnál, aztán ott gyorsan megbeszélik, hogy éppen mit robbantanak.
De hogy sokszor járnak például Magyarországra is, és többek között például egy németországi pályaudvar elleni merényletet magyarországi helyszíneken is tervezgettek. Azért ez megdöbbentően hangzik, hogy az ember hallja, hogy a világ különböző részei robbangatnak, de mindent olyan távolinak tűnsz, és azt gondolod, hogy hát te nem is vagy veszélyben. Meg a mi országunk nincs is veszélyben. Kicsik vagyunk mi ahhoz. Hát nézd, ha azt tudjuk, hogy ahol megbeszélnek, ott nem robbantanak, akkor tőlem minden nap jöhetnek megbeszélni. Nem? Igen. Ugye hát... van egy ilyen alapvetés, hogy ott a gyerekek, ott ahol beszélgetünk, ott nem robbantunk, srácok. Tiétek, amit nem tudom, a kávézni. Budapesten állítólagosan főként pihennek, de ugyanakkor információkat is cserélnek, adnak, vesznek, és például imaházakban találkoznak, vagy találkoztak állítólagosan, és itt terveztek különböző merényleteket nagyobb nyugat-európai városok és azok pályaudvarai el. De úgy, miért? Itt a legkevesebb az esély, hogy lefülölik őket, vagy tényleg itt a legjobb a kebab? Hát gondolom, hogy egyrészt jó a kebab, de hogy kevésbé fülelik le őket. Nyilván például, ha mondjuk Londonban szervezik ezeket a találkozókat, vagy ott nyitnak bankszámlákat, akkor az lehet, hogy még bonyolultabb, gyanúsabb. Itt viszont Budapesten egy kicsit könnyebben tudják ezeket kivitelezni. Ki nyit lesz... bankszámlá? Hát lehet, hogy lakássítelt vesznek. nem tudom. Van egy biztonságpolitikai szakértőnk, most nem a mi drága biztonságpolitikai szakértőnk, Mr. Nógrádi, hanem Tarjányi Péter, akit felhívunk, és elmondja nekünk majd, hogy mégis hogy kell egy ilyen alkalmas találkozót elképzelni, mit jelent, hogy így gyűltek nálunk, egyáltalán mit csinálnak ezek a nem túlságosan jó indulatú emberek itt Budapesten. És ha már most az is egy érdekes dolog, hogy ezt utólag tudjuk, hogy itt volt, érted? Tehát, hogy akkor tudtuk, amikor itt voltak, akkor nem akartunk közbeavatkozni? Miért nem? Engedjük, hadd menjenek? Na, a TEK azért lépett egyébként, igen? Meg rájöttek, hogy Budapesten bérelnek lakásokat is, ahol egyébként a német pályaudvar elleni bombatámadást finomítgatták, de hogy kár szerintem ez egy érdekes dolog. Tek viszi ki a gíroszt ilyenkor? Igen. Két songukú pizza érkezik, hányadikra jöjjek, igen, és aztán jönnek a tekesek. Úgyhogy erről beszélgetünk majd a hírek után, 4 perc van, 8 óra, jövünk a hírek után. 8 óra múlt, pontosan 10 perc, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Jó idő van, süt a nap, legalábbis itt Pesten, kicsit hűvös van, és jön a hóesés holnapra. Nézted már? Nézd, most te vagy a hófelelős, te hoztad ezt be, csak úgyhogy most akkor te mondd. Gyerekek, hétfőn hallottam a hírt, én nem akarom. Hófelelősnek, jó? Hóember? Jó. Mondd, hogy hol esik, vagy hol nem. Havazás. Holnap lesz egyelőre, azt mondják, nem? Igen. Holnap reggelre várható. Hogy hol, azt nem tudjuk. Mennyi, azt se tudjuk. Zakopán. Zakopánéban, igen. Ott biztos, igen. Az Egér utat felfalta a cica, kéretik nem erre jönni, köszönöm. A Keletinél a Kerepesi felől a belváros irányába van a baleset, 3 autó koccant, egy konkrétan romhalmaz most a Keleti és környéke, senki ne menjen arra. Aztán van egy trafink ravaszd szélén, a Győr felé haladókat mérik. Zoli írja nekünk, hogy a budapesti közösségi közlekedés legvagányabb eszköze nem a Bubi, hanem a lángoló 3-as metró. De hát szerintem most nyugi van, legalábbis Ákos nem mondta, hogy bármiféle lezárás lenne. Ez csak úgy, mint információ jött, de egyelőre nem ég a 3-as metró. Ma reggel kopogjuk le gyorsan. Az M7-es bevezetőjén Pest felé több kilométeres dugó van. Köszönjük szépen. És az M6-os 85-ös kilométerénél Pécs irányába mérnek, valamint Nemes Nád udvarnál Fehér Renault-ból Pufi Csaj méri a sebességet. Uh-huh. Ne bántsuk őt, van neki ott a dolga. Vagy, hát, vagy kinyílt a légzsák. A Pufi az bántó? Hát egy lánynak. Srácnál nem. Igen, de egy lánynál szerintem nőnél, nem. Nőnél azért ott nem annyira örülnek neki. A fiúnál még aranyoskodj, jaj, kis Pufi, hát persze, ha semmi van. Én gondolod, hogy szól az autójában a rádió, egyedülül, szegény, mérje a sebességet, nem egy hálásszerep, hallgatja a rádiót, lebuktatjuk, hogy ő most ott van, mindig arrébb állnak ilyenkor, nem szoktak neki örülni, és még ráadásul egy hallgató le is pufizza, nem? Most zokog. Azt azért nem hinném. Nekem így is tetszel. Szerintem tetszesz. Azért ennél erősebb jellem, mint hogy ezen elsírja magát, de... Nem, most élesít a műszeren. Dühbe. Az igen, rohadékokra. Jó. Ezt akartátok? Na mi, ha megcsináltad az abot? Meg, a most én egyelőre úgy szoktam tőled csinálni, hogy egy picit hagyom állni. Kulturáltabban, hát, nem, mint én. Igen, nem szeretem nagyon gyorsan behapsolni. Most egy kicsit áll, megszívja magát, utána rakok vele egy kis csípőgyó lekvárt, és akkor már jobbak is vagyunk. Szerintem beljebb leszünk egy pár kalóriával.
Nyilván fel is majd kér belőle. Biztos lehetsz benne, hogy nem. Jó, te ezzel a biztos lehetsz benne, hogy nem. Biztos lehet, hogy zabotok a engem békén, de ez a biztos lehetsz, hogy ez nem. A, zabotok. A futó magazin címlapján, érted? Azt nem ott, sikerült elintéznem. Nem tudod, parolázol, azt érted? Nem, és azt nem tudta tudom, még. Igen, soha. Hátsó oldal. Mert lazárta után érkezett már be az anyag, ezért nem lett címlap. Igen, mert az, akit felkértek, az lemondta, és már csak egy napunk volt rá, úgyhogy azt nem sikerült meghekkelnem. Soha többet nem, ez mindenkinek elhiszem, de a zaba tiétek. Igen, így voltál ezzel a futással. A zaba tiétek. Kis cipő, kis feszülős nadrág, kis 8 kilométer, kis címlap. A zaba tiétek. Lesz még címlap, figyelj. Mondom, hátsó lap van. Akkor hátsó. Mit csinálsz egy futómagazin hátoldalán? Futok. Hát, na hát ezért mondom, hogy nem hiszem el, hogy a zabot sem fogod enni. Te, aki velem harcoltál a futás ellen. De nincs zabmagazin, tudod? Zabmagazin még nincs. Belenézhetnék a jövőbe. Lenne egy kristálygömbünk, simán lehet, hogy 2016 TV Paprika Reform percek felébe. Igen, és én vagyok a meghívott vendég, aki befut egy fejpánttal egy kis szűkgatyába, mert már én is futok. Igen. Meghoztam legfrissebb zabreceptet. Én hoztam a zabreceptet, de megyek tovább, még vár rám 26 kilométer, már itt sem vagyok. Hus! Sziasztok, ez itt a Magot Maggal, Ferivel és Balázsgal. Balázs nem tud maradni, hiszen ma még igen, le kell futni a félmaraton. Nem, gyerekek, nem. Nem futok. Aha. Nem, meg kitartok. Jó, én, és közben kitartok. Nézegeti az 5K-t a telefonja. Valóban a telefonomat nézegetem. Ha úgy érzitek, igen, hogy Afrikában majd bajban vagytok. Aha, igen. Sok a szúnyog? Akkor ne hívjunk. Már-már kezd egy ilyen hidegrázás valami lenni, és azt szeretnétek, hogy ne csípjen meg benneteket több szúnyog, akkor mondom, hogy költöttem rátok 89 eurocentet, és letöltöttem az applikációmra a szúnyogírtó programot. Azt a mindenségi. Gyerekek, a legnagyobb lehúzás. Ez az, ez az. Mutatom, Mosquito, az a neve. Uh-huh. Megnyitod. Elvileg hangot ad. Nem tudom, ezt a szúnyog hallja. Hallgasd, Mária. Hallottad? Aha, hallom. Hallod? Aha. Hangosítsa fel mindenki a rádióját, figyelj. Te durva. Egy olyan freki nyomja, amit az emberi fül nem nagyon hall, de állítólag a szúnyogok rettegnek tőle. Mondjuk a körmön, mert én 50 eurócentért is megcsinálom ezt neked. Igen, mert ez a köröm kopogtatása volt, hogy hozzáértél a kijelzőt. Aha, hallod? Tegnap a Benivel hím szúnyogokat kergettünk a fürdőszobában. És elmegy tőle? Rohadtul nem. Rohadtul, meg sem mozdult. Jó, mondom, gyere, Beni, nézd meg, mi van. Hát a természet fura tréfái, tehát, hogy ők egyáltalán nem biztos, hogy akkor éppen nem menekültek előletek. Elmondtam neki, apa nagyon veszélyes helyre megy. De apád egy felelősségteljes ember. Megnyugtattad a gyereket, jó van. Tudod, a gyerek azon a lábon bújt, nem menj, nem menj, apa, ne hozz zokogni. Mondom, nagyon sok szúnyog lesz, ahova megyek, Beni, képzeld el. De szúnyogriasztó program. Apa, fölkés. Próbáljuk ki, mondta a gyerek, azonnal elkezdtünk hímszúnyogot vadászni, mert valahogy nagyobb, meg könnyebben észreveszünk, még nálunk sok van. Figyelj, hogy ezek olyan hangosan körbe röhögtek ezzel a Mosquito programmal, hogy azt neked el nem tudom mondani. Álltunk a fürdőszobába a gyerekkel, nézegettük a szúnyogokat, fogta Benni, meg elkapott a hímszúnyogot, megfogja, elkapta, rátette a telefonra, én gyorsan megnyomtam. És ott ült semmi. Tovább. Hogy olyan szinten nem akarta arrébb enni, és nem zavarta, hogy de 89 eurócentért csak gondol, de letölti neked mondjuk az applikációdba, az App Store-ból mondjuk 100 000 ember, 200 000 ember, aki ilyen helyre megy. Hát akkor a kasza. Ők már tudnak, hogy nyerni, ahol nincsen malária. Ők már jobb helyre mennek, mint ahova mi megyünk. Érez valamit szerintetek? Semmi. Most komolyan mondom, nem, hát figyelj. Nem, ez nem. Jó, mert a dzsungelben, amikor hozzám bújtok, hogy Bali, indítsd a szúnyogriasztó programot, mert sokat szúnyog. Figyeld. Nagyon félünk, Bali, indítsd el, akkor majd előkapom. Semmi? Hülyeség, átvágás? Nem. Ennél még az is jobb, mint hogyha a szúnyogcsípésre raksz egy keresztet a körmöddel. Az jó rá. Jó, de hát ha már maláriára is jó. Neki ők is hallanak, hát nyilván az emberi tartomány egy bizonyos frekit hall, alatta, fölötte ugye nem hallod, de hát a kutyák is, az állatok is csomó olyan tartományban, ahol ugye az emberi fül már nem érzékel. Tök logikus egyébként, hiszen értem, mi most nem hallottuk, miért nem hallottuk? Mert az emberi fül számára ez a hangtartomány, ez gyakorlatilag hát ugyanúgy, mint a fénynél, ugye hát egy bizonyos tartományt látsz, csak aztán viszont alatta, fölötte nem nagyon látod a fényt se. Látsz itt valahol Mosquitót? Na, szúnyog? Mi megy reggel 6 óra után? Volt itt szúnyog a stúdióban? Nem volt.
és tudsz állítani rajta, hogy milyen szúnyogot üzzön, igen, abszolút, tehát van a tengilázat terjesz, afrikai szúnyog, az európai szúnyog, az orosz szúnyog, a kaukázusi szúnyog, tehát különböző frekik vannak, persze. A déja dengi, értem. Finom a hülyére vettek ezzel? Hát szerintem igen, de megérte egy eurót. Jó, de legalább oda tettek valami hangot, érted? Az lett volna szép, ha még hang sincs. Töltsd le 89 eurócentért, megnyomsz egy gombot, és az ég egyet a világon nem tudod, hogy mi történik. A másik gomb egy állítható elemlámpa, amivel... amivel elriadnak a szúnyogok. Nem tudom, hogy miért teszel egy szúnyogriasztóra elemlámpát, de hogy tudod állítani az elemlámpának a sebességét, vagy a villogási sebességét. Amivel lehet, meg hogy... tudod nézni majd, hogy kiajkat a bozótban. Nem lehet, hogy az riasztja a szúnyogot? A lámpa. A villogás? Lehet, hogy az is riasztja. A kettő együtt megy. Tehát bekapcsolod föl a szúnyogriasztót, és alul még bekapcsolod a lámpát. Egyre inkább azt hiszem, hogy Balázs kibírhatatlan lesz Afrikán. Ott villog, majd a hülye hangjaival jön. Más örülne, ha velem lehetne összezárva 6 hétre, érted? A pokolba fogtok kívánni egy hét után, mondom, Jani, látom, bajban vagy sok a szúnyog, Bali, jön, megoldja. Jövök a kis telefonommal, bekapcsolom a kis inkább az éces majmok, az lesz a vége, figyeld meg. Nézegettem tegnap, arra nincs sajnos applikáció. Nincs olyan applikáció, ami az éces majmok harapása ellen jó, vagy elriasztja az éces majmokat. Tehát meg kell nézni, hogy a majmok milyen tartományban hallanak. Biztos van ott is valami hang, amitől félnek, érted? Elkezdesz fújni egy sípot, amit a kutyák hallanak, az emberi fül számára hallhatatlan. Hát lehet, a majmoknál is van ilyen, nem? Tehát lehet, hogy náluk is működik ez, amit tudom én, mint amikor ez, belefújnak a vadászok mondjuk egy porszívó csőbe, és azzal imitálnak egy hangot, mondjuk a vaddisznói. Abszolút, vagy bebőgetik a szarvast. És az volt a durva, hogy volt egyébként ingyen is, meg volt 89 eurócentért, de mondtam, biztosra mentél. Biztos, hogy figyelj, ha ingyen van, az nem. Az nem, az valami gyengébb. Amiért nem kell fizetni, az semmit sem ér. Igen, aminek nem érzed az árát, az tuti, hogy gagyi. 89 eurócentért. Ez szó. Nem mondom, hogy belehaltam az összegbe, tehát nem erről van szó. Beni, ha nem jönnék vissza, egy dolgot tanulj meg. Ez az öröksége. Ami olcsó, nem ér semmit. Fizes mindenet. Mindennek ára van. És nem lehet, hogy az elefántot viszont vonzza. Na tényleg. Feri, van egy kis baj. Mi? Hogy nincs egy szúnyog. Ez a rohadt nagy elefánt van a hátam mögött. Jó, tudod, hogy a legnagyobbra mennek. Ez még igaz. Nem, az elefánt nem. Ő a kisebbet szereti. Én úgy hallottam, hogy az egértől kifejezetten fél. Tényleg? Aha. Egyetlen egy mondatot fogok megtanulni dél-afrikai nyelven. A nagyot vigyék a nagyot rajta vigyétek több a kicsi rágós. Aha. A nagyot vigyétek, mi rágósak vagyunk. Rajta több a hús. Ez lesz az egyetlen mondat, ezt bárhol elmondom, érted? Ha te ott vagy, akkor... Pár kót hívjuk fel és kérdezd meg tőle. Majd ő felkészít minket. Jól van, mindegy. Most még röhögtök? Most még jó a kedvetek? Majd mikor bújtok hozzá, mint vadmalacok az erdőmére. Bali, indítsd a szúnyogriasztó programot. Ott fogsz majd sikoltozni a kártyáddal a kezedbe, hogy Goldvíza, no limit, Goldvíza, no limit. És nem fognak érteni belőle semmit. Jó, húzzák le, bácsolak, húzzák le, bármit csináljanak. Ott adjuk az értékeinket. Na, egy kicsit komolyabb témával folytatjuk, ahogy ígértük, ugye... Érdekes cikk látott napvilágot minap, és van egy biztonságpolitikai szakértőnk, akit rögtön felhívunk, hogy kell ezt elképzelni, mert hogy a cikkben állítólagosan arról van szó, hogy Al-Qaida terroristák pihentek Magyarországon, és hát ne legyenek illúzióink, azt nem gondoljuk, hogy azért mi nem vagyunk benne abban a szórásban, ahol itt vannak, átmennek, kicsit szervezkednek, tovább mennek, de mégis azért arról érdemes beszélni, hogy egy ilyet hogy kell elképzelni, mit jelent, hogy ők itt vannak, mit csinálnak, hol találkoznak, hogy építik ezeket a kapcsolatrendszereket, nyitnak-e bankszámlát, tud-e róluk a tech, tud-e róluk a terrorelhárítás, vagy ők itt vannak, kicsit áramoltatják itt a pénzeket, különböző bankszámlákon keresztül néhány meccsetben találkoznak, esznek tényleg két kebabot, megbeszélik, hogy most melyik pályaudvart robbantsák föl, aztán tovább állnak. Esetleg itt laknak. Valutáznak egy kicsit a keleti elő. Igen. Hogy azért ez egy érdekes dolog, nem? Hogy amikor azt hallod, hogy valahol egy amerikai követséget robbantottak fel, akkor még mindig olyan távolinak gondolod. Vagy a szíriai történeteket, vagy az iszlám államot. Szörnyű, naponta kapjuk most már az arcunkban lefejezéseket, rengeteg olyan hír, ami az embert megrázza, de azt hiszed, hogy azért ez még mindig tőled egészen távol áll. Legalábbis földrajzilag, nyilván érzelmileg abszolút nem. De most közben már, pedig Berlin, ugye hát itt találkoznak. Igen, meg a Berlin robbantásáról van szó, akkor az tényleg a szomszéd, meg ha ők itt vannak, akkor az meg tényleg valós veszély. Igen. Nyilván Magyarország nem célpont, tehát nekik azért több, meg fontosabb dolguk van annál, mint hogy Magyarországa robbantsanak. Legalábbis az ember ezt gondolja, hogy mondjuk egy német célpont, egy angliai célpont, egy francia, egy amerikai célpont azért a számukra mindig fontosabb lehet. De mégis azért, hát itt vannak és itt találkoznak. Úgyhogy felhívjuk a biztonságpolitikai szakértőt. Már így tárcsáról? Hát nem tudok jelet adni máshogy.
hogy mondja el nekünk, hogy hogy kell egy ilyet elképzelni. Hol vannak ezek a találkozók, és mi történik? Egyébként lehet, hogy igazad van, is tényleg kebabot esznek. Aha, valahol összejönnek egy jó kis romkocsmába, és aztán ott tolják. Hát akkor csak... nem vagy gyanús, ugye? Uh-huh. Ha ilyen turistaként. Ha nem, akkor nem vagy gyanús, hogyha úgy nézel ki, mint egy terrorista. Ki gondolná, ja, hogy egy terrorista vagy, hiszen úgy nézel ki, egyezed, mint egy terrorista. De hogyha tudnak róluk, meg hogyha őket ellenőrzik valamilyen formában, akkor lehet, hogy egyébként pont az az egész sztorinak a lényege, hogy nem fülelik le itt őket, hiszen lehet, hogy magát az akciót inkább úgy tudják megakadályozni, hogy hagyják őket összejönni, de aztán kint, aha, mondjuk, hogyha Berlinben terveznek valamit, vagy Nyugat-Európa bármelyik országában, akkor az ottani eseményekre készülnek alapvetően. Hát meg amíg csak tervező fázisban van, addig ugye nem is tudsz szerintem lecsapni, mert nincs mire. Akkor tudod, amikor már megy ki Berlinbe és rakja a bombát, na akkor elkapod, akkor az már bizonyító erejű. Na ugye megkérdezünk mindent, itt van Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Jó reg! Ó, hát egy másik biztonságpolitikai szakértő. Kettő is van. Végre. Megnyugtató, igen, hogy az ember hallja, hogy többen is vannak. Péter, hogy kell egy ilyen találkozót elképzelni? Ugye tudod a témát, amiről mi beszélgetünk. Valóban úgy, hogy mondjuk meccsetekben vagy éttermekben találkoznak, egyeztetnek, budapesti hotelekben laknak, hogy kell egy ilyet elképzelni? Hát attól függ, tehát nyilvánvalóan van egy olyan szárnya az iszlámnak, ami egyfajta toborzást folytat. Ezt a iszlám harcos papjai, tehát vannak olyan imámok, akik nagyon-nagyon komolyan hirdetik, hogy fegyverrel kell harcolni az iszlámért, és vannak olyan imámok, vannak olyan papok, akik mecsetekben beszélnek végül is a fiatalokat. És van a másik irány, amikor konkrétan valamilyen fajta akcióhoz kapcsolódóan, vagy valamilyen fajta terrorista tevékenységhez kapcsolódóan. Tehát ennek is több fajtája van. Tehát mindenki azt gondolja, hogy egy támadásra készülnek, de hát ugyanúgy egy hírszerzési információ, tehát rengeteg olyan mozzanata van egy ilyen fajta sejtnek, egy ilyen fajta egységnek, akár információszerzési szempontból, aminek a találkozói között a szállodai szobától kezdve akárhol, tehát a városban, városon kívül bárhol megtörténhet egy ilyen fajta találkozás. És ezek általában fix helyek, vagy ezeket a helyeket változtatják? Tehát egyszer például... Nyilván változtatják, tehát hihetetlen módon törekednek arra, hogy ne bukjanak le, nyilvánvalóan keres őket. Azért annyiban pontosítanék, mert hallottalak benneteket, ahogy beszélgettetek, tehát azért egy terrorcselekményre való előkészület, az már bűncselekmény. És Európa majd minden országában, az Egyesült Államokban pedig különösen. Tehát, hogyha csak az felmerül, és valamilyen fajta információt bizonyítani lehet, akár egy telefon lehallgatással, e-mailekkel, tehát valamilyen fajta bizonyíték van arra, hogy valaki vagy valakik akcióra készülnek, akkor nem várják meg azt, hogy bekövetkezzen, hanem már előtte rajtuk ülnek. Ha megnézitek egyébként a híreket, múlt héten például Ausztráliában pont egy ilyen akciósorozatot láthattunk. Így mert van, elkapták őket volt, előtte, igen. Igen, mert arra nézve volt információ, hogy egy olyan támadást akarnak, hogy a nyílt utcán támadnak meg embereket, és vagy megkéselik, vagy lefejezik őket színen, és ezt nem engedték. Egyébként teljesen friss hír, tehát tegnapi információval az egyik ilyen harcos vezetőjük, ilyen vallási vezetőjük az iszlám állam terrorszervezetnek 45 percen keresztül azt taglalta, hogy Európában, illetve tengeren túlon a városokban milyen támadásokat hajtsanak végre, és itt mindenki elsősorban ilyen robbantásos merényletre gondol, hát nyilván a felsorolásban ez is benne volt, de hát ennél egyszerűbb, tehát hogy menjenek neki valakinek az utcán, vagy mint ahogy Ausztráliában akarták, hogy valakit támadjanak meg nyílt utcán késejét meg. Igen, tehát hogy ártatlan civilek ellen nem is igen, sok igen, előkészületet igen, igénylő támadásokat hajtsanak végre, igen. Arról van bármilyen szám Magyarországon, hogy mondjuk körülbelül hányan vannak? Tehát így a teknek, vagy nem tudom, azoknak a szakértőknek, akik ezzel foglalkoznak, bármiféle olyan számuk, vagy akár a külföldi kémelhárítás segítségével bevonva, hogy mennyien vannak, hogy hányan vannak? Hát erre nézve friss információ, megint csak tegnapi, tehát Európai Uniónak van egy ilyen terrorügyi biztosa, most nem szó szerint mondtam, és nem pontosan mondtam az ő titulusát, aki azt fogalmazta meg, hogy nagyságrendileg Európában kb. 2000-2500 olyan ember van, aki
most az elmúlt másfél-két évben, akár Szíriában, akár most ennél az Iszlám Állam nevű terrorszervezetnél megfordult, vagy kiképzést kapott, vagy effektíve harci tevékenységben részt vett. Az, hogy ezek közül vannak-e magyarok, én úgy tudom, hogy szintén múlt héten volt talán a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt egy beszámoló, amin az hangzódott el, hogy a mostani információ, tehát a mostani tudás alapján úgy néz ki, hogy nincs magyar ezek között az emberek között. Azért érdemes erre odafigyelni, és így, ahogy mondtátok egyébként, tehát ezeket az információkat az Európai Unió terrorelhárító szervezetei folyamatosan megosztják egymással. Tehát például ez is egy friss hír, hogy Németországban kiderült, hogy a legfiatalabb ilyen harcokban részt vett ember, az egy 13 éves fiatal. Ezt pont tegnap olvastam, igen, ez pont tegnap jelent meg, hogy 13 évesen ment el harcolni. Igen, igen, és ezt nem a németek tudták meg. Tehát ezt egy másik szervezet, tehát valamelyik Európai Uniós terrorelhárító egység tudta meg, és azonnal megosztják egymás között az információkat is, teljesen természetes. Tehát például, ha mi magyarok tudunk meg mondjuk egy spanyol állampolgárról valamit, akkor az az első, hogy azonnal szól van Spanyolországnak, de ez viszont is így van. Tehát, hogyha mint a franciák megtudnak egy magyarról valamit, akkor azonnal. Tehát ez a fajta információ áramlás most már hihetetlenül gyorsan megy. Ezeket az embereket, amikor mondjuk bekerülnek az ország területére, rögtön elkezdik figyelni? És nyomon követik minden lépésüket? Hát ha tudnak róla, igen, előbb hallottam, pont szerintem Jani mondta azt, hogy nagyon sok esetben az néha fontosabb, hogy az egész hálózatot fel lehessen deríteni, és ez ténylegesen, ez nem a kémfilmek vagy a hollywoodi filmek világa, hanem ténylegesen az információ felderítése, egy hálózat felderítése sokkal-sokkal fontosabb. Nyilván ezt felülírja az, hogyha az derül ki, hogy itt valami konkrét akció, tehát hogy valamit azonnal meg kell akadályozni, akkor nyilvánvalóan a kommandó akcióba lép. És hát van ennek a hírszerzési része, amikor arra kíváncsiak, hogy valaki mondjuk belép az unió területére, mondjuk Romániában egy kikötőben kiszáll a hajóval, és akkor merre megy végig. És egyébként a végcél az mondjuk Párizs, és hogy Párizsig hogyan jut el, közben hol áll meg, hol hallgat előadásokat, hol alszik, mit csinál, hol nyit bankszámlákat, azokon a bankszámlákon később mi történik. Tehát egy folyamatos figyelésben kísérik végig Európán, és kézről kézre adják őt az adott országok terrorelhárító szervei. Nem láttad véletlenül az Üldözött című filmet? Most játsszák a mozikban. De megnézted? Nagyon-nagyon. Ugye, hogy nagyon-nagyon jó? Nagyon. Elképesztő egyébként, én erről beszéltem, hát egyrészt ugye Philip Seymour Hoffman játszik benne, aki egy zseni volt, szegénykém, és pontosan erről szól, amiről te beszélsz, de hogy így szóról szóra, ugye ott egy félig csecsen, félig orosz fiatal ember bukkan föl Hamburgban, és egy iszlám közösségbe kerül be, és nem tudják, hogy miért jött. Közvetítő, nem közvetítő, beépített, nem beépített, kinek az oldalán van. És azt mutatja meg, hogy a német kémelhárítás, ez a hamburgi ember, akiről egyébként ez a film szól, hogy kezdi el megfigyelni, és milyen rendszerek alapján végzik a megfigyelés. Nagyon-nagyon érdekes, de semmi nagy hollywoodi csinnadratta, meg tényleg semmi nincs benne. Döbbenetesen jó film. Én azt gondolom, hogy pontosan az a része érdekes, ami a szakmának, hogyha lehet így fogalmazni, ez is egy szakma, tehát a hírszerzési, terrorelhárítási szakmának az a része, amikor türelmesen kivárják, és tényleg megpróbálják nem csak azt megtudni, hogy ki mit akar, hanem hogy a későbbiekben milyen folyamatok indulhatnak el, és ezeket a folyamatokat próbálják végigkísérni. Nagyon sokszor egyébként ott látszódik, és ez egy alaptapasztalás, hogyha egy terrorcsoportot felszámolnak, akkor nyilvánvalóan, mint a sok fejű sárkánynak a feje, tehát hogy azonnal éled egy másik. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos az, hogy belső információkat lehessen tudni, és a folyamatokat lehessen figyelni. Mi a helyzet ezekkel az úgynevezett alvó ügynökökkel? Ugye lehetett hallani róla az egyik ilyen legkorábbi esemény, vagy időben legközelebb áll hozzánk, ez a bosztoni merénylet volt, amikor két olyan fiatal ember robbantott, akik már hosszú évek óta éltek az Egyesült Államokban, és hát igazából nem lehetett számítani arra, hogy ők ilyesmit csinálnak, hogy azóta mondjuk a Magyarországon élő, mit tudom én, például iraki származásokat, vagy egykori iraki állampolgárokat, azokat így megfigyelik, vagy megfigyelhetik? Erre lehet így számítani, vagy ezzel számolni? Az, hogy mindenkit megfigyelnének, tehát ezt is azért ketté kéne választani. Tehát én azt gondolom, hogy egy picit most
média oldalról összemosódik az iszlám, miközben az iszlámnak van egy radikális szárnya, amelyikkel nagyon-nagyon sok probléma van, és most elég finoman fogalmaztam, és van a teljesen normális, amiben tényleg hittel élő emberek élik a mindennapi életüket, és tényleg dolgoznak, és családjuk van, és teljesen normális az életük. Ilyen szempontból nyilvánvalóan ezt akik ilyenfajta terror elhárítással foglalkoznak, pontosan tudják, hogy ki az, aki hajlamos a radikalizmusra, és nyilván azokra az emberekre oda kell figyelni, sokkal-sokkal kevesebben vannak, és azok, akik teljesen normálisan élnek, azok békén vannak, hogy most megint csak sarkosan fogalmaztam. És hát nyilván azok, akik a radikális szárnyhoz tartoznak, azoknak a mozgását, egyáltalán életét figyelemmel kell kísérni. Annyiban pontosítanék, hogy Boston mondjuk pont két csecsen fiatal. Csak a pénz a kedvéért mondta, hogy rájuk nem lehetett már számítani, hogy ők bármi ilyesmit is csinálnak, hiszen hosszú-hosszú évek óta az Egyesült Államokban éltek. Igen, viszont volt egy kis baki, tehát azért például az orosz FSB, tehát az orosz a KGB megjelezték. Ők azért láttak valamit és jelezték, és ez az információ valahogy elsikadt. Hihetetlen mennyiségű információról beszélünk. Tehát például, hogyha az NSZ lehallgatási botrányát figyelemmel kísértétek, vagy a hallgató figyelemmel kísérték, tehát azok a számok, amik ott kiderültek, hogy például az NSZ napi szinten közel 1,5 milliárd ember levelezését figyeli. Tehát ezekben az információ mennyiségekben el tud sikkadni egy-egy információ, és ilyenkor lehet ebből baj. Tehát ezért van az, hogy minden szervezet önállóan is dolgozik, és próbálnak egy ilyen egyensziláltságú kerítést, pajzsot létrehozni. Igen. Magyarország egyébként mennyire számít potenciális célpontnak? Mert az ember valahogy azt gondolja, hogy nem. Vagy ha számít is, biztos, hogy vannak fontosabbak. Tehát a németek, talán a franciák, ugye ha már mondjuk unión belül nézzük. Ezt abszolút jól látod. Tehát én nem akarom kisebbíteni a veszélyt, és az sose jó, tehát különösen ebben a szakmában, hogyha az ember így megrántja a vállát, és azt mondja, hogy velünk nem történhet semmi, hiszen azért tudomásul kell venni, hogy egy katonai szövetségnek, tehát a NATO-nak tagjai vagyunk, és nyilvánvalóan ennek a szövetségnek vannak érdekei, vannak olyan akciói, amelyek ezek ellen, a radikális szervezetek ellen teljesen jogosan végrehajtódnak. De nyilvánvalóan ezek a terrorszervezetek is egy ilyenfajta analízist, egy ilyenfajta listát készítenek és elvégeznek, aminek mi az alján vagyunk találhatók. Tehát például, ezt kevesen tudják, Ausztrália ennek a listának az elején van. Tehát például az iraki katonai műveleteknél Ausztrália nagyon komoly erőket, a több ezer katonával. Hát igen, csak mi van, egyszer úgy kezdenek gondolkodni, hogy végül civil-civil, kicsit nekik mindegy, hogy hol hal meg, viszont akkor inkább abban az országban robbantanak, ahol kevésbé számítanak rá. Tehát nyilván Londonban, Németországban azért sokkal nehezebb kivitelezni egy robbantást, hiszen ott tényleg annyi rendszeren keresztül figyelik őket, de hát mondjuk itt Magyarországon most sajnos így van, tényleg lemenni Újpest központba, fölrobbantani egy bombát, nyilván sokkal egyszerűbb, mint mondjuk Londonban valamelyik metrójáraton. Van ilyen fajta logika, tehát ez a fajta biztonsági kockázatanalízis megtörtént, és ezeket azért itthon is látják és kezelik. Én azt gondolom, hogy azért kicsit egyszerűsítés az, amit mondtál, tehát hogy Újpesten leballagni, tehát egyik oldalról persze, tehát sokkal könnyebb, mint mondjuk az angliai metró hálózatban, de higgyétek el, hogy nagyon komolyan ezek az irányok itthon is figyelve vannak, és ilyen szempontból profi módon vannak kezelve, és ez nem marketing, ez tényleg itt van. Igen, tényleg egyébként ezt a filmet érdemes megnézni, ha már lehet egy ilyen párhuzamot vonni. Semmi igazán hollywoodi nincs benne, nagyon, nagyon jó film. Egy amerikai-német koprodukció egyébként, és pont erről szól, amit te is mondasz. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, beszélünk még szerintem később, Péter. Jó munkát nektek. Rendben, sziasztok, szép napot. Köszönjük szépen, Szarányi Péter, biztonságpolitikai szakértővel beszélgettünk. Ma izgalmas téma ez, szerintem, nem? Érdekes, igen. És ilyenkor tényleg egy picit, hogy az ember így örül neki, hogy azért nem a jelentősebb európai államok közé tartozott, mondjuk ilyen gazdasági szempontból, vagy politikai szempontból elsősorban. Hát konkrétan Londonban valaki ott, hogy egy táskát, egy buszon, egy double deckeren, és azonnal szólnak, és mindenki száll le. Tehát, hogy ott már olyan szinten bele van kódolva az emberekbe, hogy valahol látsz, mint ami a metrón, tényleg buszon egy táskát, kész, nem ülnek oda az emberek, szólnak a sofőrnek, félreáll a busz, mindenki leszáll azonnal, tehát reflexzerűen működik. Itt meglátsz egy táskát, oda mész bele, nyúlsz, hát ha van benne valami. Hát, amit el lehet vinni. Igen. Nézd, mert hát van benne egy iPhone. Nálunk 4x-5x biztos megjárná a köki Újpest távolságon.
De üresen érkeznek. Így van, város központ negyed szerint még mindig itt van ez a rohadtárs. 8:30 múlt pontosan 7 perce jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Kicsit ott maradt, nem értettem. Uh-huh. Nem szólt ez rosszul. Gyerekek, vége van a bulinak, oké, olcsátok, ha filen 8 órát beszéltünk meg, nem? Nem egy kicsit olyan volt? Még megy a muzsika, igen. De valaki 8 már klub, oké, igen, de Szabó tanár úr bejön és jelzi, hogy 8 órakor van vége a bulinak. Ahogy megbeszéljük, jó, Lackám, húzd le a zenét, jó, gyerekek, össze lehet csomagolni, mindent szemetet, ne hagyjatok magatok után, holnap iskola. Igen. Fogarasi hiper előtt személy kontra rendőr csattant, alakul a dugó. Nekem az a gyanús, hogy minden biztonságpolitikai szakértő egy megyéből van, írja valaki. ez is a terv rész. Újpest központ? Hát hogy tudna ott lemenni bárki is? Hiszen ott állnak az ellenőrök. Ugye? Hát hallod? Gyerekek, egyébként nyilván gondolhatjuk azt, hogy az amerikaiak meg a németek milyen jók, de hogy a magyar titkosszolgálatról azért szépeket mondanak. Tehát, hogy ügyesek, felkészültek, igen, és jók vagyunk nemzetközi szinten állítólag. És ez nem egy ilyen önpromó, de hogy állítólag tényleg. Magyar titkosszolgálat az annyira jól végzünk, hogy nem tudunk róluk semmit. Az egyik, hogy ők tudjanak magukról. Ennyi. Érted? Mi annyira van, titkos a munkájuk, hiszen ők a titkosszolgálat. Ők se ismerik a saját kollégáikat. Így van. Minden reggel. Ki vagy a kollégát. Nem hiszem. Bizonyítsd be. Ugye 10 éve itt dolgozunk. Azt bárki mondhatja. Azt mondja, hogy Köki terminál előtt mérnek kifelé, majd utána a benzinkútnál leszedi a motoros rendőr az áldozatot, ezt Mia küldte nekünk, és Kópháza előtt Sopron irányába hosszú percek óta áll a forgalom, illetve csak lépésbe halad, mert Kópháza belterületén koccanásos baleset van. Ezt Kati küldte nekünk. Köszönjük szépen, mi pedig már is hármasugrás játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló! Halló, sziasztok! Jó reggelt, hello! Azt nézem, hogy hívnak? Orbán Olivia. Olivia! Olivia szép név. Olivia, igen, Anna bekarikázza nekem. Jaj, nekem. Na, az ab. Igen. Az ab. Nem áll. Baj van vele, látod? Ez az igazi függőség, már orronát is tolja. Igen, bocsánat, Olivia. Itt vagyunk. Na, honnan telefonáltál? Ugye ezen a héten kicsit speciális a hármasugrás, mert hogy hát szeretnénk segíteni, és iskoláknak, kórházaknak, rendelőknek, valamint minden intézménynek, aki rászorul, szeretnénk nyomtatókat adni. Te honnan? Szilvásváradról telefonálok egyébként. Nagyon reméltem, hogy ki is szemeltek, mert tudom, hogy Szilvásra szerettek járni, meg már találkoztunk is. Úgyhogy nagyon szorítottam, hogy kiválasztatok. Na hát erről mi nem tudtunk már, hogy találkoztunk. Ez egy általános iskola, látom, itt van az e-mailben, ugye? Igen. Hol találkoztunk már? Vagy? Hát a Szalajka völgybe. Sokszor szoktátok mondani reggel is a rádióban, hogy tették nektek ez a hely. Uh-huh. Ja, úgy találkoztunk. Ja, hogy úgy találkoztunk. Mert kitelepülésen még nem voltunk a Szalajka völgyben. Ott még nem. Na, ez egy általános iskola, és szükségetek lenne sok-sok nyomtatóra? Hát igen, sok helyről járnak be hozzánk tanulók, 200-an vagyunk, plusz ugye a tanárikar, és elég három nyomtatónk van, úgyhogy elég kevés bele a patron. Kevés a patron. Mm-hmm. Meg hát jól lenne egy kicsit, több nyomtató gondolom. Jó, és ez persze. Ki az, aki segít még neked, Olivia? Hát most tulajdonképpen a féltanárikar itt van, az igazgató úr helyettese még nem érkezett meg, de nem sokára itt van ő is. És ki tanít akkor? Haló? Hát most épp szünet van. Ja, szünet van, tényleg, 9 előtt 10 perce. Szünet. És akkor ott van az igazgató úr is. Igen. Szeretettel, tisztelettel üdvözlöm. Hogy hívják őt? Kispap Zoltán. Zoltán. Mit csinál most? Hát most jelen pillanatban épp áll mellett. Várja a kérdést. Ez milyen, az igazgató és az iskolatitkár küzdenek a nyomtatókért. Nem? Jó, szeretem. Igen. Érdekes jelent. Szimpatikus. Szimpatikus, igen. Jól van, Jani, milyenek a kérdések? A tanári karnak. Nem lehetnek nehezek. Kicsúj. Kisújból. Ki fogják rá? Na, megnézzük. Az első az érdekes. Kíváncsiak, hogy menni fog-e. Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért, és nem is egy, hanem egyből három darab nyomtatóért. Hoppá. Melyik világhírű pop előadós lágere a Livilla Vida Loca című? Na, Zoli bácsi. Olivia, na, hát ez nem lesz nehéz. Ez Zoli nem bácsi. Lesz nehéz, mert itt többen is szeretjük, szerintem Ricky Martin. Hey, így is van. Hoppá. Ricky Martin, így van. Jól van, menjünk tovább. Igen, természetesen. Mit mond Zoli bácsi, az iskola igazgató? Zoli bácsi. Ő is igen. Zoli bá is igen mondott. Jól van, így szól a második kérdés, dedikált Egérrel. Egyébként Iginek hívom. Igi? Igen. Kedves, helyes. És úgy, amikor a többiek nem hallják, vagy úgy mindenki előtt?
mindenki előtt. De vele kérdeztem. Igi. Igi. Szia, Igi. Az iskolatitkár és az iskolaigazgató, de szép történet ez. Melyik város adott otthont a legutóbbi Forma 1-es nagy díjnak? Zoli bácsi? Igi néni. IG. Melyik város adott otthont a legutóbbi Forma 1-es nagy díjnak? Igi bácsi, Olivia néni. Nem kapkodni. Szingapur. Úgy van. Zoli bácsinak milyen női hangja van? Ki volt az? Ő most az angol tanár volt. Hogy hívják? Lilla. Úgy hívják, hogy Lilla. Őt hogy hívod a hátam mögött? Lilla. Kis kígyók. Szép lesz, ha bemondod a szörnyetek. Igen. Az ás kis kígyó. Vigyázz vele, vigyázz vele. Tehát Zoli bácsi, Lilla néni, Olivia néni játszik. Olivia nem néni. Olivia nem néni. Judit, az igazgató helyettes még nem futott be? Ő még nem futott be. Juditot hogy hívod a háta mögött? Juditka. Juditka. De ezt nagyon utáljak. Juditka. Jól van. Na milyen tanárok vannak a karban, akik most ott vannak? Tehát milyen tantárgyakat tanítók? Földrajz, matek, fizika, angol, magyar. Oj, de jó! Istenem. Hát akkor zicser, megint egy zicser. Hát reméljük. Így szól a harmadik kérdés. Hány darab nyomtatóért, gyerekek? Tíz darab nyomtatóért. Igen? Nem ám aztán föltenni a vaterára. Így szól a harmadik kérdés. Melyik uralkodóház tagja volt Első Lajos magyar király? Aj, de szép kérdés, mondaná Vágó István. Nem ér gépet ütni, csak tanárok vagytok. Így nem van. Ütünk, nem használunk gépet, Olivia néni. Eséróból mondjuk. Olivia néni. Nagy Lajos. Ki használott internetet? Melyik uralkodóház? Micsoda? Egy tanári kar? Ki szaladt ki a töri szertárba? Hallottuk az ajtónyi korgást. Az igazgató helyett. Olivia néni, ki üti az internetet? Álljon föl, menjen ki, egyes. Nincs internet használat. Azsúr. Hát jó, megadjuk, de... Úristen, köszönjük. Aha. Hát, nem mennék ki oda az általános iskolába most, a folyosóra, ha ezt hallották a diákok. Egy tanári nem kar. Nem hiszem, hogy hallották a diákok, most nem lehet nekik üzenet hallgatni. Egy tanári kar. Egy ilyen kérdésre internetet használ? Hát milyen nem, világ ez? Nem. Töri tanáriért szavattunk éppen. Ja, azt hittem Skype-on hívtátok, mert hogy valaki ütötte a klaviatúrát. A töri tanárt hogy hívják? A töri tanárt, ő az igazgató helyettes. De nem ez a neve, ugye? Ő Juditka! Jöjjön! Gyorsan! Szint a lábad! Zolika elvérzett. Dobd el azt a körözötten semlét! Kell lesz nagyon! Lajos! Ajajajajajaj. Hát jó volt a válasz egyébként, Anzsu, igen. De 10 googolás annak, aki ott használta a gépet, jó? Jó, rendben. De egyébként idő se lett volna beütni. Na jól van. Oké, van egy csomó szép nyomtatótok. Jó, rengeteg. 10 darab. Úgyhogy termekbe, az igazgatóiba, a büfébe, az étterembe, mindenhova tudtok tenni. Hát jó? Most már az biztos. Köszönjük. Ami megmarad, azt meg elrakjátok, és akkor később használjátok, ha kelleni fog. Jó, és tessék majd beülni Juditkához egy órán. Jó, mondom is neki. Visszajön. Igen, Juditka, a következő nagyszületben 10 perc alatt fuss át az Árpádházi, az Anzsú királyukat gyorsan, és akkor megvagytok. Átadom neki. Oké, küldjük nektek, ügyesek vagytok. Köszönjük ciao. Szépen. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Azért még egy tanári kartól is tudsz olyat kérdezni. Látod, ha nincs ott a tör is, hiába van ott Zoli bácsi. Azért ennél csak nehezebb történelmi kérdések vannak egyébként. Igen. Jól van, mondunk egy e-mail címet, jó, ahova lehet nekünk e-maileket küldeni, ez a hármasugrás@klasszfm.hu, és kérjük, hogy tényleg nyilván csak azok írjanak, akiknek valóban szüksége lenne nyomtatóra, ahol van 8 darab, de még szívesen raktárba tennének 3-at, ők e-mailjenek, jött már néhány ilyen e-mail. Van, nyomtatunk, működik is, de a biztos, ami biztos alap, hogy elengeznénk a játékra, tuti, ők amit tuti. Viszont kórházak például, egészségügyi intézmények, rendelők, iskolák, óvodák, ahol tényleg nagy-nagy segítség az, hogy tudunk adni nyomtatót, jelentkezzenek a hármasugrásra, jó? Mert hogy még holnap is játszunk, csütörtökön, pénteken, egész héten nyomtatókat szórunk, jó? 5 perc van, pontosan 9 óra, jönnek a hírek, mi pedig TV-vel jövünk a hírek után. 9 óra, 10 perc, jó reggelt kívánunk! Mindenkinek itt vagyunk kedden, hűvös a reggel, és a jó hír, hogy még hűvösebb lesz majd holnap. Hószálingózás, hóesés, dara, köcitálás, ónos eső. És minden. Tegyél még rá. Nem tudom, ügyes, minden. Jó. Mindent elmondtam, amit tudtam. Te ijeszgettél itt reggel a hóval. Hát most én mondtam, én tegyek rá. Te voltál vészmadár, az albatrosz, a dökkesejű, érted?
rámentél itt a koncra, azonnal bevontad, mondtam, jó, ma még nincs olyan hideg, 12 fok erre, mit mondtál? Holnap már hóesés. Egyébként tényleg. De csak a Mátrában. Ennyi. De Feri, figyelj egyébként, mert rá vagyunk állítva mindannyian egy-egy bizonyos szegmensére a világnak, Feri, a hegyekre, a barlangokra. Érted, bármi történik, azt mi hozzuk, mondjuk, toljuk, Balázs pedig. Hát meg ugye benneteket teljesen más érdekelte, a talamenti fagyban vagy érintette meg a hóesésben. Tehát én, ha esik a hó, hamarabb esik, nekem meg a talajmenti fagy az, ami megfagyaszt. Igazából mindegy, mi mindenképpen megfagyunk. Én ott középen, te felfogod a havat, te felfogod a ideget. Bizony. Középen ott jól el vagyok. Igen. Viszont az én koposomat egy ember is elcipeli. Ez is. Azért ez nem kis előny. Nézzük a jó oldalát, igen. M7-es Bacsi felé baleset van Martonvásárnál, kamion az oldalán, te jó Isten, Krisztó küldte nekünk. Ez egészen pontosan a Martonvásári lehajtónál van, Fehérvár felé. Teljes útzár, már torlódik a forgalom, Norbi küldte nekünk. Úgyhogy ott mindenki próbáljon meg valahol kerülni. Jó, egy konténeres kamion. Ezt azért mondom mindig ellassan, hogy a 4-5 SMS-ből mindig egy-egy pluszt hozzáteszek, mire megtudjuk a teljes hírt. Ezt Zoli is elküldte nekünk, hogy ez a konténeres kamion borult fel, és emiatt van pályazár. Rákóczi falva belterületén, ennyi. A 442-es úton történt egy gázolás, és emiatt forgalom elterelés van. Ja, ez nem jó. És az nem jó, az nagyon nem jó, igen. És hát mindenki az M7-es 30-as balesetét írja nekünk, köszönjük szépen. Na, és ha már a kamiont mondtad az előbb, pénteken ismét az Üllőjött 102-be beparkol a Magyar Vöröskereszt véradó kamionja. Hoppá! Úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, és kérünk arra, hogy jöjjön el, és 6 óra 30-tól 10 óra 30-ig itt az Üllőjött 102-ben adja a vérét. Csak mondom, hazáért. Hogy ti is most adjatok, mert ebből a fertőzött területről, illetve malária fertőzött területről hazaérve nem lehet vért adni egy fél évig, tehát most lehet. Meg hát ugye a karantén az egy magányos világ, oda úgyse jön be senki, hogy vért adjál, majd beadják a PS3-at, hogy tudja játszani, más nagyon úgyse jöhet be. Adjunk vért pénteken? Azt adjunk, mondod? Adjunk mindenképpen. Benne vagyok, hozom a kis tajkártyámat, meg a kis személyimet. Egy éve adtam, hogy fél évvel ezelőtt. Most újra beleférek. Itt az idő, és mindenki más is csatlakozzon hozzájuk. Igen, tényleg, gyertek minél többen, jó? Nem kell sokat várni, a múltkor is nagyon flottak voltak, itt rémizgettünk mindenkit, hogy 20 perc sorban állás nem volt, jött valaki, megszúrták, lefeküdt, már úgy értem, bent a kamionban, úgyhogy... Így van. Úgyhogy gyertek tényleg pénteken. Egy pici segítség az mindig jó. És ez az év utolsó véradása valószínűleg a részünkről. Jövőre természetesen meg itt lesz, legalábbis úgy tervezzük, de ebben az évben ez az utolsó lehetőség, hogy egy picit rajtunk keresztül segítsetek a rászorulóknak, életet adtok tényleg. Jó, és a másik pedig az, hogy fenn van a Facebook oldalunkon ugye a felhívás is, arra kérünk minden egyes kedves Facebookos támogatónkat, azok, akik kedvelik az oldalunkat, vannak már lassan 270 ezeren, hogy osszák meg ezt a bizonyos felhívást, hogy tényleg minél többen jöjjenek pénteken 6 óra 30-tól 10 óra 30-ig az Üllőjött 102-be, ahol ott lesz a véradó kamion. Bizonyám. Na, kedvem, ez pedig azt jelenti, hogy mi itt a Morning Show-ban Kassa TV-vel folytatjuk. Ha bazi nagy jacuzzi-ban nem található vagyok, keress az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd ráthagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Hintétek el lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kakakasza TV, kakasza TV. Wow, kakakasza TV, kakasza TV. Hey! TV! TV! Kakakasza TV, kakasza TV. Mama, mama. Hello, Tibi. Janira akartam még picit ráfűzni, mondtad, hogy a te koporsorodat egy ember is tudja vinni, hogy milyen praktikus, nem? Hát halálosan. Hát kivéve, hogyha hambasztanak, nem? Mert akkor viszont ja. Hol van a ott van a tiktakos dobozban. Tudod, így mindenki zsebre teszi. Beköszöntés. Elég jó volt, Tibi. Az apkásrámat itt egészen nyugodtan finom kis morbikolyom. Egyébként figyelj, ez az apkása, tehát ha valami néz ki egy ilyen rossz, ilyen szétúrt gyurmának, egy ilyen csiriznek, egy nem tudom minek. Nem szép. Valóban. Ezzel egyetértek, hogy ez nem szép, de jó. Viszont kipróbáltam. Egy csomó értékes dolog van benne. Egyébként nem érzel egy picit analógiát magaddal? Bennem is van egy. Benne. Igen, a csúnya, de finom. Igen. Hogy kipróbáltam ezt az alvássegítő, ilyen ébresztő programot. Erről beszéltünk már többször adásban.
hogy úgy ébreszt föl, hogy pont hogy ugye... megnézi, mikor forgolódsz, mikor horkantasz, mikor böffentesz, és akkor abból kipakolja, hogy mikor kell fölkelni. Na. Csak ugye az a probléma, hogy ez nem precízen akkor ébreszt, amikor te ébrednél, hanem 3-10-kor. Ugye kicsit úgy belő egy ideálisat. És tudod, hogy mennyire nem működik nekünk ez. Belőttem, beállítottam, hogy én 6:30-kor szeretnék kelni. És egész éjszaka monitorozta, hova fordultam, hova perdültem, mikor szusszantam le. Majd egyszer csak hallom, hogy ébreszt ez a rohadék. Nézem, mondom, 6:20. Tudod, 6:30-ra ott beállítva. És tudod, ahelyett, hogy örültem volna, tényleg úgy nem kezdtem vizsgálni, hogy jobban ébredtem-e. Fogtam lendületből, föltöz vágtam a telefonon, még 10 percet alhattam volna a rohadt édes anyádat. Na, de annyira felhúztad magad, hogy föl tudtál kelni? Utána felhúztam egy sima ébresztőt 30-ra, visszaaludtam, és keltem 30-kor, ahogy akartam. 10 percet elvett az életemből ez az intelligens ébresztő program, tehát azt mondom, hogy 1-2 percet be tudok nyelni, de 10 perc, mikor ilyen kiélezett helyzetben, ez nem lehetséges. De viszont lehet, hogy ez a 10 perc az pont segít, mert nem egy mély fázisból kelsz föl, hanem akkor éberebb vagy. És ha akkor ébredsz, kevésbé érzed magad álmosnak. Tehát de van valami. Éberebb voltam, mert úgy vágtam föltöz, figyelj, hogy csak úgy csattant. Tehát, hogy almás telefon még így széttörni nem láttál, és közben még beszélgettem, a jó édes anyádat még 10 percen volt, te szemétládat, tudod. Mi van az új almással, megszerezted? Nem, ezt én most ki is hagyom. Ki is hagyom. Ez most annyira ilyen álfejlesztés, hogy most először lázadok, a kétségbe is, és azon szintjére nem jutottam el, hogy Jani telefonját megvásároljam, mert a pánik, tehát a sziklaszír célén még nem állok, nem készülöm magam levetni a szikláról, de ezt az újat, ezt most kihagyom, te? Nem tudom. Nem tudod még. Hát te úgyis kapsz, neked nem mindegyet. Majd nem, engem rászorít az élet majd, mert hát jó, mert nem, nem, már van baj. Hát annyi szóztuk már szóval, hogy már küldhetnének. Egyébként igen, nem csak, hogy te meg a Laci, azért itt nagy technikai örültek vagytok, mindjárt megvetélek a legújabbat, ez most kimarad? Hát figyelj, igazából... Egy-két dologban gyorsult egyébként. Megvettem volna, hogyha egyetlen valódi fejlesztés lenne benne 2 évvel ezelőttről. Nem tehát, mondhatsz hogy... ilyet igazi a másként. Telefon korszakalkot újításokkal. Tele van, úgy, mint a tárcsázás. Figyelj, de minek vársz annyit, ha a következő almást szeretnéd megvenni, akkor vedd meg az előző Galaxit. Ez a ragyar rossz. Jöttök utánunk mindenbe, érted? Meg mindig úgy kell elhúzom a fotókat, így akadnak a fotók, érted? Hát hihetetlen. Viszont figyeljetek egy picikét, hogy még itt a felvezetésen muszáj vigaszt nyújtsatok nekem, mert megint kezdek megfigyelni magamon ilyen B-oldal jeleket. Beszéltek már ma reggel is arról, hogy kicsikét jön a B-oldal. Most a Balázs, neked is jön, azt mondják a fiúk. Érzik? Hát én még ezek közelebb vagyok a 30-hoz, mint az 50-hez. Mi mennyi vagy? 37. Miért lenné te? Ja, az 50. Ja, jó. De a 40-hez. Hát a 40... Na, én azt mondom a srácoknak, hogy ők közelebb vannak az 50-hez, mint a 30-hoz. Hát ők már lassan a 60-hoz. Az erősen, 60 erősen B-oldal. A genetika lénye. Ez egyébként ez is igaz. De én még közelebb vagyok a 30-hoz. Tudjátok, minket veszek észre magam? Csak az, hogy nyújtsatok egy picike vigaszt. Ha egyedül vagyok, és tévézek, akkor elkezdek beszélni a reklámokhoz. Oh. Elkezdek vitatkozni a reklámokkal, tehát hogy kérdezz meg anyádat, ő is azt használja. Aha, biztos azt használja, hagyjatok már hülye. És elkezdek válaszolgatni a reklámnak. Már csak egy ugrás, hogy vitatkozz a híradóba. Simán nyomom. Lesz. Mikor elhangzik valami a híradóban, hozzávágod a cipődet, elkezdett vitatkozni vele. Az egy ezt szerintem nem korfüggő, csak attól függ, mit nézel. Figyelj. Hogy melyiket, igen. Figyelj, kőkeményen. Tehát, hogy lemegy a reklám, és az a minimum, hogy így annyit utána mondok, hogy aha, jó van, persze. És ott ülök egyedül, és beszélgetek a tévéreklámmal. Tehát, és ennél még megint van még egy komolyabb fázis, amikor elkezdenek bizonyos termékek érdekelni, és felkapod a fejedet. Ja. Ez is olyan. Tehát micsoda? Majd, amikor hát mit tudom, jön egy prostata reklám, és már azért egy kicsit befigyeled, már úgy hasonlítod a sugarat a sajátoddal, és elkezded figyelni. Hát, hogy megelőzés szempontjából nem mondta ilyeséget. Kérlek, Gesztusi, hagyd, hogy lemaradjak róla. beszélj, Gesztusi, akadozik neki. Amikor majd bizonyos reklámokat kiemelsz, és jobban észreveszed, mint a többit. Majd figyeld meg. Na, csak következő. Azért nincs, mert nekem a párom reggel a prostata gyógyszert kirakja a C-vitamin mellé. Tehát, hogy az egyébként jó. Ő jagódik, kicsim, de itt egy prostata gyógyszered, nem vetted. A prostata gyógyszered, a párod kezén van. Na. Jó, a másik figyelj, amit észrevettem, és nagyon idegesít, és nem csináltam régen, az, hogyha vicces üzenetet... Igen, az zuhanyzás. Mindennapi zuhanyzás. Igen. És ha vicces üzenetet olvasok, vagy bármi ott, ami egy kicsit ilyen mókása, vagy bármi, vagy olyan kommentet, akkor olvasás közben egy ilyen bárgyú mosoly kiül az arcom, hogy... És nem tudom, hogy mit olvasok, csak azt látod, hogy az érzelem ilyen öntudatlanul kiül az arcomra, miközben olvasom. Na mondjuk.
Ez a szenilitás. Hát akkor nem akarok megöregedni. Vagy nem így. Vagy legalábbis nem így, igen. És figyelj, és a legundorítóbb, amit szerintem már tényleg idegesít, hogy mikor írok SMS-t vagy üzenetet, akkor észreveszem, meg mindenki más észrevesz, hogy félhangosan mormolom, amit írok. Tehát nincs csukva a szám, és nem csak úgy simán írogatom, hanem nem mentem neked, hogy és akkor hozzá tehetem, és a számról le tudod olvasni, amit írok be. Nagyon tisztellek, Claudia, de még egyszer poénba léci, ne vágj bele. Nagyon nem tisztellek. Nem keveset Claudia. Csak mondom, hogy az iOS 8, majd szójáti ott olyat tudtok. Mm-hmm. Már de nem az applikáción keresztül, hanem az SMS funkcióban. Ne dob magas labdát, Balázs! Mi van? 2 éve tudja az övé. Tudod? Uh-huh. Ne, Balázs! Most, vonulj vissza! Most mit akartál? Ez most valami, hogy hívják informatikai oldalon? Balázs! Ezeket egyeztessük! Nem, csak oda rakták a jelet, de nem tudja megcsinálni. Az SMS diktálást akartad most eladni? Igen. És mi van, Balázs? Balázs! Balázs, akkor mi ez? iOS 8-on miért csak most tudja? Vonulj vissza! De nem applikációban. Tudom. Igen, tudja? Igen. Balázs, bekapcsoltad a fluxus kondenzátort, visszamentél a múltba egy pillanat? Jaj, Balázs, ezeket egyeztessük. Miért nem tudta? A miénk miért csak az iOS 8-az, ugye? Csak. Mert mi tökéletesre törekedtünk, kivártuk, míg valóban használhat. Na, most az mediktálnék oda valami SMS-t, azért megnézném, mit ír be valójában. Én sajnos láttam, mit ír be Balázs. Jó, írja be? Azt, amit mondasz. Igen. Te diktálod az SMS-eidet már? Nem, én nem használom. Mert nem tudtad, hogy van ilyen. De tudtam, de nem használom. Ja. Nem használok egy csomó dolgot, mert hogy egyszerűen érted. Nincs azok kedvére, akik lemaradtak erről, Balázs egy korszakos újításként közölt, hogy mi már tudunk diktálni az új... Uh-huh. Az iOS 8-ban már tudok diktálni SMS-t, nagyon szeretem. Amit az Androidon már egyáltalán 2-3 éve üzökkenőmentesen. Jó, arra megnézném azért, mit ír be. Viszont az almás egyébként pontosan így kommunikáló, hogy te. Így, pontosan így. Így adják elő. És most jöjjön az igazi szenzáció. És mindenki benyalja. És mindenki vesz belőle 1 millió darabot. Jó, majd mindjárt a best of alatt teszünk egy kis szeretet. Annyira láttam az arcodat, hogy kezdtél, hogy jó, talált egy új funkciót, és figyelj, most már tudunk dicsos... Laci mutatta az iOS 8-on, nekem még nincs iOS 8-on. Balázs! Gyere vissza, szakadék! Ne menj a tűz felé. Jó, de nem a késve érkezett fejlesztések azok, amik ma reggel bökik a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Sokat beszéltünk már erről, de most megint kell róla. Tehát, hogy mindig, amikor ez a kicsit ilyen influenzás, ilyen kicsit ilyen prüszkölős, kicsit izé idő van, most megint körülöttem körülbelül 20-an lázasak, egy kicsikét beszéljünk már ezekről a hősfertőző dolgozókról. Már megint. Bementem egy benzinkútra tegnap. Arra? Nem ám máshol láttunk. Nem ám aztán majd megírják, hogy... A kényszer bevitt egy nem oda, de áruló, pedig már... Áruló, hát áruló. Hát köszön, mit mondasz a reklámban? Te más kútra jársz? De, csak egy kóláé szaladtam be. Tehát semmi, tehát hogy aha, nem. Tehát de... a tankolók lesz, száradjon a kezem. De akkor küldve a Gábor. Tényleg, miért mész neked be? Ciki, már lassan igazatok van. Élő szerződésed van, ahogy halljuk. Értem, a reklámblokkokban, nem menjünk be más kutakra. Hát fölnyomnak, érted, megírja a blik, hát ne csinál. Kóláé szaladtam be. Állj meg a sarkon és küld magát. Nem tankoltam! Nem! És hozzál egy cserit is! Itt szendó! Na, tehát nem tankolni mentem, jó? Akkor ezzel kimostuk most magunkat. Jó. Bemegyek, és a következő módon veszi fel a rendelést a kislánya kasszánál. Mit adhatok? Láthatóan egy ilyen 40-42 fokos lázzal, kipirosodott szeme, folyik az orra, a füle, a minden, és ott áll és dolgozik. És ott állok, tudod, visszaállok ott a kis kólámmal, és tudod, már hátrálok, már kezdem érezni, hogy lázasodok, már nem a mentőket akarom magamra, hogy az NCIS, tudod, hogy nézzék meg, hogy mi volt a bajom visszamenőleg, mikor meghaltam, és veszi el a kólát, és tudod, hogy előtte beleköhögött a kezébe, adod oda neki a kólát, hogy húzza le. Már tudod, hogy viszed a csap alá megmosni, érted? És még akartam inni egy kávét. Elment a kávégéphez, szintén kérdeztek a kávégéphez, cukorával édesítem! És állok, uramisten, leginkább semmivel, tehát, hogy a túróért jössz bedolgozni, te munkahőse, hogyha nyilvánvalóan fertőző, masszív beteg van.
És ott állok, most én azt mondjam, hogy akkor benézek, és ledugok neki egy lázmérőt, és elmegyek a következő kúthoz. Tehát valami minimális, ahol emberekkel foglalkoznak, ahol baromi sok ember megy át, ahol nyilvánvalóan lefertőzöd a félvárost, aminek a szomszédságába üzemelted a kutat, ott miért megy be valaki lázas fertőző betegen dolgozni? Tehát nálunk ez egy neuralgikus pontja azért a reggeleknek, tehát ez egy érzékeny rész. A nagy hazaküldővel ül szemben. De nálunk is vannak azért emberek, akik szívesen bejönnek úgy, hogy betegek. Nagyon betegek. De most tényleg, mindig bejönnek. De tényleg, nem maradnak otthon. Mert fél, hogy kirúgod. Értem. A kutaslány is szegény attól fél. Én értem, tehát nyilván ez egy probléma, mert nyilván nem elnézi a főnök, meg már megint beteg vagy. Tehát ezt a részét tökre értem. De egy főnöknek egyébként nem jobb az, hogyha a beteg otthon marad, az másik három alkalmazott nem megy betegszabira két napon belül. Értem? Hát ez nyilván sokban függ a főnöktől is, mennyire paranoiás, elhiszi-e, nem gondolja, hogy lógni akarsz. Van-e valaki, aki aznap reggel be tud ugrani, lehet, hogy nincs helyettesítés, tudod, van, akik még hétfő, szerda, vasárnap a munkanapja, amikor a kett csütörtök nem tud bejönni, nem ér rá, ha kimarad a munka, nem nyit ki a kút. Tehát, hogy szerintem sokszor azért nem csak arról van szó, hogy mondjuk nem tud bejönni, vagy nem akar bejönni, vagy megtehetni, hogy otthon maradjon, hanem egyszerűen nem teheti meg, hogy otthon maradjon. De értem, hogy mit mondasz. Van az a típusú ember, akit hiába kérsz meg, hogy maradjon otthon, egyszerűen nem teszi meg. Mert ő úgy van, tehát, akiben inkább az a pozitív ilyen küldetéstudat van, hogy ő betegen sem, mert a munkát azt el kell végezni. Tehát a múltkor utaztam egy taxissal, aki ugyanez volt, hogy hol van ezt a fuvar, és ülsz mellette, te jó ég. Hát és gondolkodik, hogy vagy ő hal éhen, vagy inkább te legyél beteg, akkor azt válaszolja, hogy te legyél beteg. De hogy... Tökéletes. Igen. Tökéletes. Aki emberekből él, annak ezen el kéne gondolkodni. És elmondta nekem, hogy előző este még lázgörcse volt, de ma már egy picikét jobb, mert most már csak egy 39 körül van, már nem rázza ugye hideg, és ott ülsz mellette. És beül, és rácsukja az ajtót, és tudod, hogy bent vagy. De előre ülsz a taxiban egyébként? Én általában előrülök, de itt szerintem a vírus nem ül hátra, vagy mi? Nem, a vírus mindig előtt. A vírus mindig jobb egyen van. A vírus mindig jobb egyen van. Kiül jobb egyben. Ott beköti magát. De ti hogy gondolkodtok erről? Hogyha mondjuk te érzed magadon, hogy tré van, és mondjuk egy pici láz, nem tudom, hogy te behozod? Nem. Nem? Hát a lázasan én nem jövök be. Egyrészt szívesen maradok otthon. És mindenféle lelkiismert fordás nélkül mondom ki, hogy gyerekek, nem jövök, és beteg vagyok. Hát jobb egy napot otthon van, de hát én hirdettem, hogy senki ne jöjjön be betegen, hogy azok a stárba. Tehát én nagyon nem jövök. Jani? De ha mondjuk van egy allergiám, ami mondjuk nem fertőz, mert tudom, hogy allergia és amiatt vagyok náthás, akkor bejövök, mert azt tudom, hogy nem azért van. De megfáztam, belázasodok, és mindenkit itt lekölgyek, nem? Nálunk egyen-ketten ezt csinálják, még mindig. Ugye? Nem csinálja, nem csinálja. Most nem, persze, most nem beteg. Nálunk a Juli is egy nagy betegen bejövő. A Juli a legnagyobb betegen bejövő. De azért... megkértük százszor, hogy ne gyere be betegen, otthonról is megtöltse, és jön. És full beteg, és bejön. És ilyenkor van a lehetőséged ilyenkor nem kérni a szolgáltatást. Tehát például, amikor azt látod, hogy mondjuk egy kasszánál, ez is a legutóbb volt, szerintem a pár napja, szintén ugyanebben a vírusos szezonban, hogy a kasszánál a hölgy pakolja át az utcaidat. Kezébe belekölj, fogja a cuccot és tekerj át. Nyilván illendőségből eltakarja a száját, amikor köhög, és akkor szépen utána fogja a te cuccodat, amit veszel, és egyesével fogja szépen, és tehát állsz mellett, hogy öröm, Isten, tehát most ezt kell majd megfogni. Tehát ilyenkor van-e lehetőség azt, hogy ne haragudj, nem áll, tehát hogy ne fogd meg a dolgokat. De mikor rakját szája a lábbal? Hát rúgd a... Igen, akkor rakd át lábbal. Nem csak, hogy neked hát, ilyenkor ott nincs... vagy, akkor már nyilván nem. De nincs lehetőséged, mert csak egy taxiból mondhatod azt, hogy... De miért nem mondhatnád? Elnéd és kiszáll. Hát, de te vagy a vendég. Hát hogy nem mondhatnád? Aha. Azt mondod, álljon meg a sarkon. Hát miért ne szállhatnál ki? Hát persze. Fogod és kész, kifizeted azt a 250 forintot, hogy ne? Én szálltam már ki ezért taxiból, de semmi kellemetlen nincs. Itt a benzinkúton, mondjuk, amikor csinálja. Ha tankoltál már kicsit neccesebb. De nem az, hogy akkor benzin csak kérem, mert az is. Köszönjük szépen, hogy állnék a vásárláshoz. Úgy egy picit neccesebb. Jöjjenek ki egy búvárszivattyúval és fejtsék le. Nem, de hogy például a kávét, amikor a kávémat töltögette ki, és megkérdezte a kávégéből, hogy nem mondhatnád vissza? Hogy köszönöm azt a kávégéből, kérem. Semmi nincs, nem mondhatod. Persze, nyugodtan. Azt mondhatod. Persze, ajánlhatsz egy kis C-vitamint. Lassú felszívódás. Felezünk el. Napi 1 gram, nagyon jó. Igen. Persze, hát ezt én nyugodtan mond vissza. Jani, te egy cukrászdába? Hát, egyszerűen így kivéthetetlen a dolog, de én nekem ugye azért krupa cél az immunrendszerem, hiszen metróval járok minden nap, és nagyon jól tudjuk, hogy a metrónál nagyobb vírushordozó gyakorlatilag nincsen.
Hát te meg ráadásul le is fertőtlenítgeted arra a billentyűzetet. Én nagyon odafigyelek ezekre a dolgokra. Én állandóan takarítgatom a billentyűzetet. Ma reggel azt láttam, hogy ilyen spriccivel fújta a laptopját. Kézfertőtlenítő van a táskámban. Saját szivacsomat mindig hordom magammal dobozban. Én nagyon odafigyelek arra, hogy ne hozzak be semmit, és ne is vigyek haza. Tényleg erre nagyon figyelek. Meg mondom, de nálam mondjuk kivételetlen az, hogy megfogjak mondjuk egy olyan kapaszkodót a villamoson vagy a metron, amit előttem egy beteg ember fogott. A kilincsen, az ajtón, tehát hogy az egyébként mindenhol. De csökkentem minimálisan a kockázatokat, amennyire csak lehet. De jogos, amit mondasz egyébként, igen. Félek, kérdezem. Aki megteheti, így van. Az nyugodtan maradjon, ott van főleg egy munkahelyen. Mert van egy olyan szemlélet, hogy mert én kemény, nem hagylak benneteket cserben, ugye? Tehát, fajta küldetést tudod. Ugye? Igen. Beteg vagyok, de nem hagylak benneteket cserben, ilyenkor is bejövök. Igen. Kérlek, ne! Tehát, hogy tedd meg, hogy akkor jövő héten nem vagy ezek szerint, most megágyasztál egy picit. Igen, és egy kicsit. Vasárnap lebetegzem, vagy? Megmondom őszintén, mintha kezdenék rosszul lenni. Félve kérdezem, hogy bíró úr, mi az ítélet? Mi SMS-be jött? Mit nyomott? Igen, megnézi, hogy mit ítéltek. És megnézi, hogy múlt héten mit adott. Nézd meg, mekkora szemét. Megnézi múlt héten mit adott, és abból kiátlagol valamit. Ítítetűt, átátát, ítítetűt. Mit adjak? Na mi az ítélet? Biztos úr. Miért nincs az, mint egyébként sok helyen Ázsiában, hogy aki beteg, az felvesz egy maszkot? Itt van. Tehát azt megnézed, például leszállsz Ázsiában, egyrészt magukat is féltik, kettő, hogy ott nagyon sokan hordanak maszkot, tudja magáról, hogy köhöginfluenzás, felszáll egy repülőre, felrak egy maszkot. Nagyon. Kultúrált az egész, tudja, hogy mondjuk beteg vagy, nem akar valamit elkapni. Ez így valahogy Európában nem megy, pedig nem egy rossz rendszer. Ázsiában minden harmadik ember maszkba jár. Vagy azért, egyszerű, vagy azért. Praktikus és nem is drága. Sőt, baromi jó, mert ha az elején érzed, hogy mintha valami nem lenne, oké, földurrantod, én attól nem fogok rád úgy nézni, mint egy ebolásra, vagy nem tudom, hogy nem tudom, valami hantavírusosra, érted? Hogy... Hát azért. De nem, hát az... Johannesburgban hárman beülnek majd maszkban mellénk azért, a kis Nelsprüti járhatunkra hárman maszkban. Hárman maszkban. Mit mondanak? És ugyanúgy mondta, látod? Felveszik a kis maszkot, érted, és ott látod, hogy éppen mondják, hogy a denevérhúst készül elfogyasztani azon a kis helyi járaton, azért nem biztos, hogy arra gondolsz, hogy influenzás. Abban van a vitamin, nem kell félni, jó lesz ez. Ilyen, jó, ha így beszélnek, jogos. Szerelmes vagyok benne, hogy beszélnek. Imádom. Még egyszer meghallgatod a zulu nyelvjárás. Ez azt jelenti, hogy a kicsit és a nagyot edd, a középsőt hagyd. A középső jó fej, edd a nagyot és a kicsit. Igen. Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Jól van. Mindannyian fejet hajtunk nagyságod előtt. Tibi a király. De alig várjuk már, hogy a képet megosztja a Facebookon, hogy a turnébuszban ültök kettel a Gáborral, maszk van. Két paranoia. És vezettek. Jogos, megadom. Közelről vagyunk érintettek ebben a témában, reméljük, hogy azon stábtagok, akik hallották ezt a megszólalást, mert hallgatnak minket, vették a lapot, ha nem tudják, hogy kiről van szó, Annáról és Juliról, hogy nyugodtan maradjanak ott a betegek. Főleg mondjuk tétszituációban, amikor mondjuk tényleg az van, hogy tudod, hogy jövőjét fontos, akár forgatsz, akár utazol, és valaki bejön, mert úgy van vele, hogy ő még úgy kihordaná rá. És a legszebb, a Juli, a titokban köhögő. Juli, beteg vagy? Nem. Pullover. Juli, mondom, jól hallom, hogy nem. Valami csavarja az orrom. Érted, és azt mondjam, miért nem mondta, hogy mióta vért köpsz, azóta jobb egyébként, mert hogy konkrétan ott tartunk. Na mindegy, lezártuk, jó? Megadtuk. De. Helyes. Egy picike, Jani. Igen, itt vagyok. Békeidő. Egy picike, balra nézek. Nem az. Hol a picik? Hol a kicsi? A felvezetésnek be akarom mondani, csak hogy Jani béke van, jó? Tehát, hogy mielőtt rám indulná. Egy picike műmájerkedés irányába akarok elmenni, csak tudom, hogy nagyon magas labda. Tőle teljesen váratlan. Ugye? De nem, most egész véletlenül. Jani, direkt ezért mondtam, hogy béke van. Jó egészséget kívánok, és most a malária kerüljön el téged. Olyan jót kívánok. Mi a lényeget, mert 6 perc van végig hovatodnak. Szóval igazából azt mondtam, műmájelkedés, félve kérdezem, jogos-e a tasi. Láttam egy rendszámot, és ez elindított bennem egy gondolatot. A rendszám a következő, Franco, ha nem a saját szememmel látom, azt mondom, hogy lehet, hogy nincs. Nagyon menő, nagyon merci. Nem láttam kívülben, nem láttam, hogy Csaj vagy Pali vezette, de a rendszám sokat elárul, betűzöm, hogy ne legyen túl feltűnő. Q-val kezdődik. Q, RVA 11. Ne. Nagyon jó. A saját szememmel láttam a Váci úton. Nem. Elment mellettem, luxus, fehér. Még arra is emlékszem, hogy azt hiszem merci volt. Q betű, RVA 11. Nem kell találgatni, hogy érted, megdolgozott-e érte, vagy kapta.
kapta. De nem én... úgy van, hogy olyan szavakat, amik ilyet jelentenek, azokat nem adhatják, még az kával írod, akkor kúval kiadják. Tehát a, csak én kérdezem, hogy ha valaki, láttad? Én láttam a saját szememmel, csak pont annyira elment, hogy nem bírtam lefotózni. Azóta egy másik ismerősöm is látta, és ő is kiposztolta egyébként. Tehát ha valaki tudja, hogy a Q RVA 11-es rendszámú személygépjárműnek ki a tulajdonos, és miért gondolja jó ötlet ezzel a rendszámmal közlekedni? Picit gondolkozzunk már. Én azt se szeretem egyébként, hogyha valaki ráírja, hogy... Mi van, egy pali ül benne? Hát ugye akkor... Elviszed a csajod autóját. Nagy kége. Ez kellemetlen. Tehát, hogy miért, tehát én mi azt volt, se szeretem... Audi, vagy mi volt? Nem, mondom, hogy egy Merjo volt. Egy Merjo. Azt hiszem, hogy Merjo volt. De hogy Jeep? Nem, sima, ilyen valami sima kupé volt. De biztos, hogy sokan látták, hogy ezt biztos, hogy valaki meg fogja írni. Csak hogy egyáltalán hogy vagytok ezzel a neves rendszámos divat? Ha valakitől nem áll távol egyébként az ilyenfajta gizdáskodás, az tényleg én vagyok. Tehát, hogy figyelj, ha én, aki annak idején a saját koncertemnek a plakátját ráragasztottam a kocsi motorház tetejére, hogy úgy és föl alá mászkáltam az Andrássyban, hogy mindenki lássa, érted? Tehát, hogy engem nem lehet megvádolni azzal, hogy szerény vagyok. De meg hogy nem használom az automat, de ez a neves rendszámozás, tehát te egy ilyen Sebestyén 001-et rápattintanál valaha az autódra? Nem. Nem soha. Mi? Szerintem nagyon kellemetlen. Vadon 010? Ezen dolgozunk. Csak még sajnálja rá a pénzt, nem nagyon drága. Fölraknád? Egy Lamborghini van, a Józsi 01? Vagy igen, a, hát az, igen. Hát az. Lamborghini, 40 milliós autó, Lamborghini Józsi 01, Józsi 07, nem tudom, mi a rendszám. És te mind gondolkozol, a Tibi 001-en, vagy mit, a Boom 01? Mi? Király 00, Király 001. Irgalmatlan limó. T-Rex 2. Persze. De hát a Jimmynek nem király volt, vagy a kormányában volt benne egy korona, és ott volt egy király, vagy a ugye egy nagyes Bálna Mercia volt, de azt hiszem a rendszáma nem király volt. De csak a kormányban benne volt egy korona. Hogy közben a hallgatók hallak minket, hogy milyen ilyen neves rendszámok vannak, mert szerintem baromi vicces, tehát hogy valaki megvesz mondjuk egy ilyen 40 milliós kocsit, abból nem elég, hogy bennül még rá akarja írni a nevét. Tehát ez soha a büdös életben nem tud nekem elmagyarázni, pedig ha valaki egoista, én az vagyok. Ismerek rendszámot Góré 01-el is. Ne. Igen. Ismerem az illetőt ne. Is. Tiszteletesre. Jó napot kívánok. Szép napot kívánok. Góré. Góré 01, igen. Góré. Hát figyelj, tudod, ne csak az autóból derüljön ki, a rendszámból is derüljön ki. Attila 2, 1 téve. Igen, mert annyi fér ki. Jó, érted. Nem az igazi, de majdnem. Hát, de nem. Úrám Isten. Érted. Jó, egy picit csokorba gyűjtöttem, amíg hát, hogyha küldenek egyébként a hallgatók ilyen gizdáskodós rendszámokat, hogy mik vannak, mert nagyon-nagyon érdekel. Vagy ha bárki tud erről, hogy a Q RVA 11, az ki és miért kapta ezt a nevet, tehát hogy ebből jó lett. Egy fehér merga, látom most már én is. Igen. Ugye? Igen. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy ez ennek mi a sztori, akkor mondja már el, hogy belepusztolok a kíváncsiságot. Tehát, hogy miért jó az Andrássyn föl alá korzózni úgy, hogy ez rá van írva. Tehát, hogy lehet, hogy mindenki számára amúgy is nyilvánvaló van, de miért jó. Egy pár dolgot kigyűjtöttem, még mik voltak annak idején az a műmájerkedésnek az ilyen tipikus eszközei. Nem tudom, hogy van az időszak, amikor ilyen voltak ilyen műmájer jelképek bizonyos időszakokban, ami soha nem számított igazán menőnek, de mindenki nagyon próbált vele. Szerintem ilyen volt a neves rendszám is. Ez a klasszikus műmájerkedés volt egyébként a Nagy Fuchs is. Tehát az soha nem számított szerintem igazán menőnek, nem? Amikor teleraktad a nyakadat, ráadásul ordított róla egy kamu, tehát a Nagy Fuchs volt ugyanez, nem? Mint a neves rendszám. A Nagy Fuchs Palatinus strand, aztán bement a sanalba, és fönnmaradt a Fuchs a víztetején. Az megvan, hogy konkrétan láttam ilyen gyerekkoromban, hogy jött a Fuchs, mert iszonyatosan kivarva, rombágyúrva, be a Palatinus, be, nyaklánc nyakba, és elkezdett a Fuchs úszni a víztetején. És akkor jó, ami jó. Én ezt láttam. Szenzációs, hogy sírtunk rajta, persze, Fuchs fönnmaradt. Ugye bement az ember nyakig, és elkezdett a Fuchs úszni. Az mi? Uramisten. Finoman levette a nyakából, aztán összehajtotta. Ja, most mondják, megjött közben Gáspár Laci üzent, hogy Audi A7-es állítólag. Aha, azon. Ez állít a hallgatók is. Így van, megjött, és ott a kép, nem hiszem el. Mert. Akkor az nem Merci. Nem, rosszul, az egy A7-es Audi. Nem hiszem el. Igen. És tényleg, létezik az autó, ott van és büszkén parkol. Gyerekek, egy Opel Astra P, utána INA 03. Nagyon nem jó. Igaz. Nagyon ez jó. Nem igaz. Valaki életében a harmadik nő. És elnevezte róla, egyszerűen nem hiszem. Ez lehet, hogy Photoshop. Na. Na jó, de ezt meg én láttam a saját szememmel. Hát ez biztos, hogy az működik. Igen, az egy A7-es Audi. Jó, ami még ilyen gizdáskodás volt, és szerintem soha nem volt igazán menő, de egy időben ilyen műmájer dolognak számított, berakni egy akkora mély nyomót, hogy az Andrássy úton az összes kirakat betörjön,
amikor te zenét hallgatsz. Uh-huh. Megvan, amikor még az volt, hogy fontos egyébként, hogy akkora mély nyomó volt benne, figyelj, szétvitte az autót. Egy évente kellett szervizre hordani, mert szétvitte a karosszériát. Egyes golfokban volt benne, tehát hogy ilyen feketére dúkozott, lesült, és a tabla, sokkal többet érti, mint maga az autó. Igen. Egyébként. Csak mondd már meg nekem, tehát hogy oké, értem, imádom a zenét, imádom, hogy irgalmatlan jól szól, nagyon örülök ennek az autónak. De azért letekerem az ablakot is, hogy más is örüljön neki, hogy ennek mi de a hát funkciója. Ez a Mayer kérdés, miért teszel föl neon csövet a kocsi aljára, ami lilán világít? Hát nem emlékeztek, ez régen mekkora divat volt? Egyes golfokon, kettes golfokon, alulról megvilágított, a betont ugye a neon cső megvilágított, lilafény. Láttál már igazán gagyit, érted? Amikor döngör a hip-hop a kocsiból, akkor így azt várja az illető, hogy akkor valaki oda néz, és akkor felfelé mutatott, hogy egy olyan kocsit, hogy meg a király szól, igen. Figyelj, a nyugatinál voltál, mentél az oktogon felé, és már hallottad, hogy miért? Brutál jól szól. Mellé állt, és tudod, kiveri a kólát a kezedből. Megkinyitott a Bahnhof. Igen. Soha nem hallgatnék így zenét a kocsiban, még nem is tennék be akkor a zenét, amikor hallom, gyönyörű. Én imádom. Ezek nagyon szépen szólnak azért. Műmájérkedés tovább. Figyelj, amikor elmegy az ember, mondja a kislányom a kasszánál, hogy kérsz egy light kólát. Mondják, hogy 260 lesz. Elővesz a bal zsebéből 870 ezer forintot ilyen összegumizva ilyen rollniba, és nagyon látványosan így leszámolja róla azt a 200 forintot, az megvan. Van ilyen ismerős, aki ilyen rollniba nem tudja megfogni, olyan rollni lóvé van nála, annyi nem kell a napjához, annyi nem kell semmihez. Csak azért, hogy úgy tudod, így a marék pénzből kihúzza azt, aki, ugye? Akad itt még. Az igazi műmű. Igen, van itt még, ahonnan ez jött. Igen. Az igazi a nagy rollniban pénz, igen. Nagy rollniból kiszámolni a 200 forintot. Elő tudnád venni a zsebedből is, de kiveszed, tudod, ezért nagy rollni. Ja, én a legnagyobb májelkedést ezt az aradi kaszinóban láttam, talán már mondtam egyszer, egy úriember, egy fekete hajú úriember ott állt mellettem az asztalnál. Mit csináltad egy kaszinóban? Volt egy ilyen időszak az életemben. Aradi kaszinó, és ott állt mellettem. Volt a répapüré. Valószínűleg lovakkal kereskedhetett, és ott volt a kis ujján egy olyan aranygyűrű, egy olyan pecsétgyűrű, amin egy teljesen formátlan aranytöm volt, ami három ujját kitakarta. Szerintem pont hegesztésre rögzítették arra a karikára, ami nem volt fontos, csak az aranytöm volt fontos. De jó. Hogy a másik kezével rakta rá a zsetonokat. Igen. Igen, most visszajött. Az menő volt. De ezen röhögsz egyébként, szóval ez szerintem szórakoztató. Hát, nem? Ha már nem tudod hova tenni, az felraksz egy arany... volt, hogy ez valami hihetetlen. Felraksz egy aranytömböt a három ujjadra. Zseniális. De kényszeres, veszel egy jó kocsit, az nem elég. Kényszeresen 2 méterre parkolni oda, ahova bemész utána ülni kávézni, vagy beülsz kávézni. Uh-huh. Hát félted, hogy ellopják. Hát megdolgoztál, érted? Nehogy valaki kárt tegyen abban az autóban. Az se baj, ha zebra. Az se baj. Oda áll az ember, hogy lássa. Így? Igen. Nagyon elé parkolni? Mennyire lúzer dolog, nem? Amikor be kell annak férni, azt addig parkolgatsz, amíg úgy mindenki látja, hogy azzal jöttél. Igen. Tipikus. Igazi ott van. De mondok még egyet, amilyen korszakos dolog volt, szerintem ma már nem divat, de ez a télen, és ezt én sem csinálom, pedig járok télen nyaralni. Ez a télen hazajönni ilyen rohatra barnulva, hogy csak azért, hogy, és úgy még 2-3-at rászólizni, mielőtt bemész az első munkanapon, hogy ilyen igazi, ilyen ős tulok néger. Mert szerintem az annyira műmájjel dolog. Legyek árnyékban, ha elmegyek januárban nyaralni, azért ne fájjon azoknak, akik Nem erről beszélek, arról beszélek, aki látja magára, hogy azt mondja, hogy barna, de még nem az igazi. Leszalad az újpesti szoliba, még az rátol egy négyet. Az menő. Rászolizni négyet. Mások bosszantása miatt még elmenni szolizni egyet. Persze. Annyira. Hát kiben van a hiba? Benned, hogy egyébként elmész még szolizni, vagy a másik hülyében, aki azért ideges lesz, hogy neked jó volt. Hát azért a nagy tanítás abban vagy, te ideges leszel, hogy nekem jó, hogy barna vagy. Úgyhogy, ha mindenki letolja, te meg négyet rászolisztál azért, hogy műmájjel legyél. Tappa. nem adod? Ezt nem. A többit igen, de az, hogy valaki hazajön barna januárban, és a többiek utálják, hát azokban van a hiba, akik utálják, nem az, aki kiment menni a napra januárban, nem? Ha én fölidegesítem magam, hogy neki jó, hát akkor én vagyok a hülye, nem ő, hogy ő még rászolizott. Haza fogsz jönni a Timbuktuból, azt mész rászolizni? Soha nem szoliztam még rá nyaralásra, de az, aha, a valaki ezt kicsit meg akarja hosszabbítani, hogy barna. Az a hülye, aki azon felhúzza magát, hogy neki jó volt, rohadjon meg. Hát az...
Ezek után, hogyha találkozunk a Káposztás megyeri Szoliba, amikor hazajöttetek, nagyon fogok rögni rajta. És áll... mind a kettő, te is Tibi! Te is Tibi! Hát még azért ráhúzunk két hetet azért. Halad, itt a kicsővel nyomunk még. Biztonság kedvéért dobjál meg egy marunk béta karotint. Meg a csollakőbányai majd. Halad, a szörtön itt piúsz. Hát nem baj, figyel valaki az, hogy ideges, hogy barnál jövök haza, hát az az ő baja. Hát azt evesse meg, nem? Hát nem, jött, nem jött semmi az izéről? Nem, a oknyomozásunk nem ért végére? A rendszámok, rendszámok, azt megfejtették, az nem is egy A7-es, ez egy S7-es. Na most már jó. Most egyébként mindegy most Audi, hát, Audi, nem, igen. Igen. Semmi nem jött? És nem a foglalkozásra utal, hanem arra, mindegy. Aha. Érted? Tehát, hogy minden mindegy, csak más a szó az elején. Igen, hogy minden mindegy. Igen, igen, van a nekem 8-as reklámállító rendszámtábla, ez is létezik. Fekete Merci Strici 007-tel. Az már célzatosabb. Az már célzatosabb. Finom. Puna 2-es Mercedes S osztály. Puna 2-es. Mennyire jó szó. Annyira. 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 Ezeket szeretem. Én jó. Ezeket szeretem. Milyen fiatek, hogyha egy rendszámot, csak lezárásképp, ha egy rendszámot föl lehet venni, adjunk egymásnak rendszámot, jó? Mindenki, Balázs Janinak, mi legyen a... Nem, segítek, nem Jani tudom. Adj egyet a Balázsnak, valami jó menőt, amiből hogy kijön. Hogy ő az abot, most az abot. Igen, most ne, valami jót, ne hakvízzük le, valami jót a Balázsnak. Balázsnak, várj, első rendezés, Búra 01. Nagyon jó sorozat, a Búra egyébként, most kezdem el nézni. Búra 01, 02. Balázs, ezt én nem hagynám. Olcsó volt 08. Nem fér ki. Hány betű lehet? 5 az 5 betű, ugye? Feri, föltüzellek. Tinta 002. Bárc. Nekem. Tinta 002. És jöhet egy nekem is. Na, valaki. Tibinek rendszám. De szemetek vagytok. Igen, Tibinek rendszám. Na, erre gondolkozom. Pénisz. Hát, ha már azt már ki kell írni. Nagy a pénisz, baj. 002. Azt nem tudom, hogy ez igaz-e. Vagy csak legenda. A Padlizsán 001? Vagy hogy? A Padlizsán az miért? Még az előző téma miatt. Ja. Nincs? Valami jó. Nem, nincs ötletem. Mit lehet adni a Tibinek? Mit lehet adni a Tibinek? Tibinek? Na, tedd oda magad. Gyerünk, Jani. Várjál, hogyha prioritásokul indulok ki, akkor legyen mondjuk Boom 02. Te szemétlád. 02. Szemét. Igen, I Love Liptai 001. Igen, jó. Igen. Hát akkor ez megvan. Jogos. Félve kérdezem. Felkészültél. Oda jogos tetted magad. A tars, hoztad. És a sikoly. Nem tudjuk elhallgatni ezt a tapsot. 3-10 volt, 2 perccel, 2 perces reklám, gyorsan, röviden, aztán jövünk a nap legjobb pillanataival. Morning Show! Klassz FM. Számítok a bocsánat kérdés. Ja, már adásban vagy. Hogy... És a kassza meg kiveszi a kezedből ezt a fegyvert. Na, ez olyan is minek hülye. Jár ide keddenként, hát nem hiszi el, hogy ez egy új dolog. Nem hiszi Isten. Nekem, hogy értek az IOS-hoz. Hát ez egy új dolog, azt nem tudhatta. De tudta, hogy az ennyiben még magyar nyelvű nem volt, de 8 nyelven már lehetett, mert S-Voice-nak hívják egyébként Rit. Magát a szolgáltatást, és lehetett vele SMS-t írni, meg lehet is vele. Ritkán küld az ember már... török nyelven a feleségének de SMS. De az enyém régebbi telefon, mint a tied. Tehát, hogy az a széria hiába tudja ezt, amikor már amilyen már egyel, kettővel korábban tudta. Most, ha belépsz az SMS küldésbe, és beütött, hogy Mónika, és földiktálod neki, hogy szia Mónika, 14-kor találkozunk a Blahán, átkonvertálja a szövegbe, és elküldi a Móninak, vagy nem? Dehogy nem, automatikusan küld neki 30 darab piros szívecskét. Na, hát erről beszélek. Nem mondom, hogy ez egy másik generációs telefon, mint a tied. Na. Jó. Döntetlen? De szépen jössz vissza. Kiegyezünk döntetlenben? Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgetünk. Felhívtuk Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértőnket. Ő a Nógrádi mellett egy másik nagy koponya. És arról beszélgettünk, hogy mennyi a valóság alapja annak, hogy állítólag Pesten pihentek alkaidás terroristák, pihenéssel töltik egyrészt az időt, és állítólagosan a szervezésnek azon fázisával, amit hát tulajdonképpen a szakirodalom terrorszolgáltatásnak nevez. Itt cserélt gazdát rengeteg információ, itt pihentek és beszéltek meg rengeteg mindent. Sok érdekes dolgot mondott nekünk Péter. Valamint, ugye beszéltünk arról az aranyhalról, amin ugye életmentő műtétet hajtottak végre, közel $200 levettek az agyáról egy tumort, mert ugye a tulajdonosa nagyon szerette az aranyhalat, elvitte, megműtette, arról beszélgettünk, hogy vajon ki az, aki ragaszkodni tud ennyire egy halhoz. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Egy perc, ma pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Hello.
Van egy felvetésem a Tibi témájához, jó? Csak röviden. Még mert, utoléred, hogy... azt hiszem. De nem csak, mert hogy igaza van, nem kell bejönni annak, aki beteg. De mi van, hogyha a családomban van beteg, akkor is hordozhatom magammal, akkor is maradjak otthon? Tehát hordozhatom magammal azokat a bacillusokat, vírusokat, amit hát nem, nyilván én nem akkor kapom nem, el, vagy rám nem hat, de nincs, hozom magammal. Ha nincs testi tünet, és nem folyik az orrod, nem vagy lázas, nem ráz a hideg, és nem köhögsz le mindenkit, akkor persze, hogy be kell jönni. Tehát azzal nincs baj, ha csak hordozod. Hát azt nem tudhatod magadról, hogy hordozod. Ugyanígy lesz a felülskin maláriás, hogy még hetekig nem tudja, hogy hordozod. Meg kell, meg Csabi, te elsősorban a linyánóiakat veszélyezteted, hiszen ők velük többet vagy, mint a munkatársaid. Ez nekik lekkora. Van félnivalójuk, igen. De minden esetre, amikor a Feri hazajön két hét után onnan a messzi távolból, akkor én egy másik stúdióban leszek mindig, onnan jelentkezem majd be, amikor ha esetleg megszólítotok, jó? Nem kell megvárni, ha elmész biorezonanciára, azonnal megmondják, hogy maláriás vagy. Biorezonancián, azt igen? megmondják neked. Igen? Másképp rezeksz maláriásan? Hát ebben most én nem mennék bele 10 óra. Kevés az idő? Holnap reggel az idő. Kezdünk. De hogy biorezonancián neked, ezt azonnal megmondják. Ha a Szent Lászlóban nem is csinálnak neked vérvételt, mert azt mondják, majd ha tüneted van, gyere vissza, elmész egy biorezre, és ott neked megmondják, hogy most akkor van-e baj, vagy nincs. De az azért jó, mert mire te megjössz, kiárod nekünk az utat. A biorezen. Tehát te már azonta végigmész azon a kis ösvényen, ahol majd mi jövünk, mikor lesz számunk. Én a biorezen, te a bioaranyom. Szép lesz. Jaj, Csabi. Hívjuk a naphallgatóját. Jó. És ez megtörténik majd akkor is, amikor Afrikában vagytok, tehát onnan is lesz naphallgatója. Tehát érdemes hozzászólni. Nézd. Facebookon, persze. SMS-ben. Mi úgy megyünk neki, hogy lesz. Aztán... Te lesz, Gyula, aranykezű. Tehát nem lesz 6-7 szünete a Annának. Adás is lesz, mi is leszünk. Anna lesz nagyon egyedül, igen. Egy igazi profi. Jó, halkan mondtad, de nem baj. Hallottuk. Hello, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok. Hello. Na, nem írtad alá? Pisti vagyok. Pisti, hello Pisti, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Egy nagyon helyes kis SMS-t írtál nekünk, ugye a terror támadásokhoz hozzászólva. Anyás, ja igen, akkor anyósom is Al-Qaida vezér. Kettőt szólok és azonnal robban. Ezt írtad nekünk, és olyannyira jó, hogy te vagy a naphallgatója, hogy tele vagyunk szép kis ajándékokkal. Nagyon szépen, köszönöm. Igen. Hol hallgatsz minket helyileg? Hát most helyileg az M6-oson, ezen a kihalt útszakaszon jövök felfele, melyek Százhalombattára. Úgyhogy dolgozok. Dolgozom. Jó, van, lesz egy nagyon szép telefonod, jó, hallgass meg a reklámblokkot, hogy milyen telefon, bort is kapsz, ha minden igaz. Rengeteg mindened van. Az ajándékcsomagon kívül. Jó, nagyon szépen, köszönöm. Köszi, hogy minket hallgass. Ciao. Hello. Szia. Csabikám, mi a helyzet? Remek zenei lesznek? Egyet ajánlok, és ezzel szerintem még csak nem is kell reagálni, csak bólogatni, hogy ez igen. Jacko. Michael Jackson. Place with no name. Oh. Nagyon klassz. Úgy ezt egyszerűen, ez az ember nem halt meg. Itt van. Hozza a dalait. Fogd meg a kezem. Boruljatok össze. Puszi. Egyébként tényleg Jacko jó. 555-55-00 ez a telefonszám, ha Csabitól szeretnétek dalt kérni, pedig jövünk holnap. Szevasztok. Sziasztok.